your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-ben. Olyan jó, mikor így ünnepelnek, nem? Elég srácok. Köszönjük, köszönjük. 6 óra után vagyunk 14 perc. Hello, Jani, hello, Feri. Sziasztok, hello. Hello. Hello mindenkinek. Szevasztok. Drága hallgatók, itt vagyunk. Itt vagyunk, és péntek van. Ez ennél jobb hírt én ma nem tudok mondani. Aha, ha valakinek van jobb híre, álljon elő. Ez ütős nincs, viszont. Nincs. Ez a legjobb hír a mai nincs. Napban. Nincs. Tényleg vannak olyan hetek, amikor az ember úgy érzi, hogy valahogy nem akar vége lenni a hétnek, valamikor meg úgy pörög le, hogy észre sem veszed. Nekem most ez a hét egy picit olyan volt, hogy így szerda, csütörtök. Jézus. Nagyon gyorsan pörögnek a hetek, igen. De nem, nekem most pont elektrizi álló hét. Nekem egy picit olyan álló víz volt valamiért, nem, pedig azért történt egy-két dolog a héten, hála Istennek, azért írtak rólunk sokat. Hála Istennek is meg nem annyira. És nekem most ez a péntek egy picit egy megváltás. Megjött. Itt aha, van. Végre itt van. Végre péntek, gyerekek. De majdnem csúnya jártunk, ezért képzeljétek tegnap, szörnyű élmény volt. Nekem nem tudom, ez ilyen apró, de borzalmas dolgok tönkre tudják tenni nem csak a napomat, hanem adott esetben a hetemet is. Elmentünk egy kis bevásárlóközpontozásra, tegnap Mónival valami cipőt akartunk nézni, blablabla, bla, bla, nem is érdekes, bementünk egy gyors étterembe. És vettünk magunknak ezt-azt, török étterem, stb. És voltak ilyen ezek a kis szőlőlevélbe csomagolt ilyen rizs falatkák, ismeritek, ugye? Töltött szőlőlevél. Móni vett magam, hogy több már 3 vagy 4 darabot, és az utolsót már nem tudta megenni. Na, hát akkor természetesen ki nem dobjuk, majd Jani megeszi. Az utolsóba volt benne valami olyan szőlőnak, hogy ráharaptam, de mintha egy kavicsra haraptam volna rá, és már lát, de tudod, amikor nem mered a nyelvedet odadugni a fogadhoz, hogy basszus, ott lesz egy fél fog, tudod, már látod a lelki személődött, majd mész a fogászatra, kifizetsz majd mit tudom én 20-30-40 ezer forintot, újraépítik, újra csavarozzák, hetekig jársz oda, fáj, borzasz, és tudod, hogy nyolj csak, ne léci, léci, ne. És belenézetű körülött nincs első fogad. Igen. Jó, ez a török szeretem, tudod, elmúlt most csak olyan. Jani, szőlőszem van a fogadat. Nem, ott nincs fogad konkrétan. Konkrétan nincsen semmi. De hál' Istennek nem lett belőle semmi probléma, hogy recsen egyet. Meg azt például magyarázza, mert itt van Feri. Magyarázd meg nekem, én? Azért, mert a kulináris vonalon te vagy a kettőtök közül az autentikusabb, bár mostanában Balázs is nagyon jól jön föl, mert ilyen főzőcskézül otthon egészen meglepő jó dolgokat szoktam mondani néha. És figyelj, mondjátok már meg nekem, akkor így mondom, hogy miért csinálnak, lehet, nem csinálnak, de hogy miért van magozott oliva a bogyó. Magozott oliva? Magozatlan. Tehát, hogy van magozott. Mert az a jó. De miért? Azért, mert az a normális dolog. Tehát az olívabogyó úgy terem, hogy a magot körül növi a maga a hús, és akkor így kapod meg. Igen, ezt a részét értem. Így van, igen. Ez a dolog, és igen. Az a finom egyébként. Tehát de miért? Azért, én nem érzek a kettő közt különbséget. Azért, mert az állaga megváltozik. Például, ha kiveszed a magot, akkor ilyen összecsofat lesz az oliva egy kicsikét, és ennyi a történet. És azért marad benne a maga magozatlanba, mert mondjuk egy ilyen gépen 8.650.000 milliárd. Ennyi. Ezt is értem. És miért nálam van az az egymag? Na ez a nagyobb kérdés, erre akartam rávilágítani, hogy már hogy éreztük a sztorit, hogy elkezdett szerintem mindannyian. Mert azt is találtunk benne. Azt is találtam. Igen, tehát hogy miért te? Az a nagyobb kérdés. Csak magozottat veszek belőle, csak. De te tényleg kizárólag, mert én például utálom lerágni róla, a fele rajta marad, aztán kiköpni a magot, és tudod, szörnyű, meg ráadásul nem akarok ráfutni ilyenekre, hogy lendületesen, tudod, csak habzsoljunk mi? Mártogató, húrja, jó, itt a péntek berakom a izét, kedvenc filmet, és akkor rárapok egy olimagra, és aztán onnantól kezdve tényleg nem csak a hétvégét, hanem a hetet, hónapod is tönkre van téve, mert építesz magadnak egy új fogat. Én nem érzem a különbséget. Nem a habzsolás, az olivabogyó nem a habzsolásra megy rá. Aha. Tudod? Tehát, hogy a sárgarépa, azt így betolod. Az olivabogyó az önmérsékletre tanít, aha, hogy lassan egyen. Igen, hogy lassan szépen rágd körbe, szopogasd le a magot, és aztán helyezd el a tányér szélére. Na, egy primitív barmi, meg csak falom két pofára. Csak az abba állandóan. Én meg csak azt hittem, hogy belemarok, aztán egy kanál, két kanál, három kanál, és aztán csak eszem, meg kell adni a módját. Egyébként a következő lépés az életedben a magozott aprított olívabogyó lesz, ami ugye össze van vágva így, mert abban meg már látszik, hogy nincs, abszolút nincs benne mag. Magozott, aprított, pépesített. Hát az majd, igen,
pár év múlva lesz. Hosszú távú projektjeim között sajnos ez is szerepel. De hogy egyszerűen ezeket nem értem. Van valami szakember, aki ezt kideríti, hogy a sorstól miért kapott te mindig ugyanezt? Uh-huh. Az hogy hívják? Van ilyen, akihez elmész? Miért mindig olyan is szívja meg? Igen, hogy ahogy ő elmenne, és akkor így megkérdezni, hogy uram, ne haragudjon, de miért? Hogy így létszi, ne. Ez egy vállalt karma valószínű. János, a leszületés előtt kérte, hogy hagyj pofozzák meg mindig. Hagyj pofozza meg mindig őt azért, hogy rossz szobát kapja, elmegy előtte, hogy lehet neki ilyen tanácsadó, nem? Mindig te nyalod be. Megállnék például az olivás üvegek előtt a hipermarketbe, és akkor oda jön egy ember, és megkérdezni, hogy én melyiket venném. Azt, jó, akkor mellettél élet anya. Nem. Igen, te lehetnél a mit ne, és a hogy ne. Igen, de tényleg elmink egy szállodába, biztos, hogy te kapod a legrosszabb szobát. De egyszerűen... Mindenki elégedett, másnap reggel. Azért 10 év alatt szállodáztunk már egy párszor, soha nem voltam rossz szobában. Mindig jó volt a fűtés. Karikás szemekkel, nyafogva. Ki az, aki így lift kezdem mellett. Én? Lift mellett. Félszuterén van. Tehát mindig jó helyre megyünk, jó helyen alszunk. Jó. Tehát, hogy így nem is értem ezt a fajta. Ki az, akinek leesik a kilincséről, kérem, ne zavarjanak tábla. Nekem. Ki ez jön be a takarítóra? Kér. Hát így, és úgy esik le a papír, hogy takarítást kérek. Valaki észreveszi, visszateszi. Mi van kifele? Takarítást kér. Tehát, hogy miért bántosan, mit vétettem az előző életemben? Ezt akarja. Most reggel olvastam, hogy van az a férfi, aki ugye karok meg lábak nélkül született, igen. És itt nagyon-nagyon teljesen oda volt az életétől, és megfordította saját gondolatait pozitívan, és ma a világ egyik legjobb trénere lett, ilyen motivációs tréner, járja a világot, felesége van, gyönyörű gyerekei, rengeteg pénzt keres, és ő például az öngyilkosságon gondolkodott már, hogy annyira kész volt az életétől, hogy neked is ezt kínálja. Ja, kezdik el gondolkodni az öngyilkosságon? Ja, semmiféleképpen nem. Ne, szerintem ne, hanem hogy pont ebből, ez az olivás példa, ez marha jó volt. Tehát, hogy valami segít rajtad vadon, Jani, érted? És igen, csak amikor egymás után felmegyünk a színpadra, tudod, azért ott billegne egy picit a létszer, szerencsétlen ott van, hogy karok meg lábak nélkül, érted, ő elmondja a saját sorsát, én meg felmegyek az olivás magos sztoriaimmal. De tudod, nem szerencsétlen ő se. El, akkor bementük a török étterembe a feleségembe, és mindenki, Istenem, borzasztó, de hogy fel tudott állni? Érted, hogy pont meg tudta ő is fordítani. Szerintem ő nem szerencsétlen, ő ettől lett jó ember, vagy ettől lett ilyen ember, hogy ezt kapta meg a sorsot. Kemény sztori azért. Hát igen, én se verekedném magam végig, tehát nem kérném, hogy a következőben, ha van egy következő kör, akkor én így szülessek, mert milyen jó neki. Azért az, de hogy, de milyen jó megfordította. Tehát, hogy elkezdett pozitívan gondolkozni, te is vedd ki belőle azt, amit kínál az élet. A magokat. Igen. Igen, ez egy kemény. Voltam, ő volt Magyarországon is. Igen, volt itt. Fritko is haknizott fel egy darabig. Tényleg? De igen, sokat. Sok anyagot készített vele a naplóban. Akkor még ment a napló, és ott voltam. De szép példa tényleg az emberünk. Nagyon. Ez kemény szó. Nagyon, és hát óriás önirónia. Na, gyorsan mondjuk, hogy mi történik velünk ma, mert több minden is. Keressük a minisztárokat ugye majd 7 és 8 óra között, mert hogy van egy teli hűtőszekrény jégkrémünk, illetve egy hűtőnk teli jégkrémen. Odaadjuk a hűtőt is és a jégkrémet is. Gyereknap van, azért gondoltunk erre. Egyrészt kicsit hadd szerepeljenek a gyerekek, kettő, ha már gyereknap van, nyerjék ők ezt meg saját maguknak, a barátaiknak, haveroknak, iskolás, sulis, ovistársaknak, illetve a szülőknek egy hűtőt. Úgyhogy 7 órától jönnek majd az ő jelölt kis potenciális hűtőnyertesek, és elkápráztatnak majd bennünket mindenfélével. Tegnap meséltem a gyerekeknek erről az akcióról, hogy micsoda nagyszerű dolog, gyereknap, és hát tudjátok, vannak, akik ügyesek egy-két dologban, Somai gyűl. Apa, én a felét biztos megtartanám. Elmondom életem. A lényegét fogtak meg a dolognak. Ilyen emberekre van szükség a magyar gazdaságban. Nézd azt, hogy a másik felét viszont odaadja. Tehát nem az egészet tartja meg. Zsivány. Okos a gyerek, igen. Szóval ez lesz majd 7 óra, akkor 8-kor meg felhívjuk Dárdai Pált, akinek önéletrajzi könyve jelent meg, gyerekek. Önéletrajzi könyve, és hát nehezebb vele időpontot egyeztet interjúra, mint én nem tudom, mint Denzel Washington. Vagy Barack Obamával. Elképesztően be van tárazva. Háromkor találkozok Denzellel. Denzel Washingtonnal? Igen, ahogy jelent a kispesti piacon. Ugye egykor Obama, háromkor. De Dárdaival nem tudtuk. Hihetetlen durva egyébként.
egyetlen kapcsolatba kerülni vele, és hát megbeszélni egy interjút. Ez sikerült, úgyhogy 8 óra után sok a kedvence Dárdai Pál lesz majd a Morning Show vendége. Hát bejönni nem tudott, de telefonon elértük, úgyhogy sok mindenről kérdezzük majd. Ha valaki nem jelentkezett e-mailben a Minisztár e-mail címünkre, az még most küldhet e-mailt, hogy a gyereke mit tud, mindenféleképpen hívjuk vissza. Akkor viszont írja le pontosan, hogy azért a gyerek mit csinál, hogy tudjuk, ez az nem jó, hogy az én gyerekem is jó, hívjatok, meg itt van Ödönke, nagyon sír, ha nem kerül adásba, hanem... Mert nagyon csavarom a karján. Igen, tehát a bal farpofával a gyerek Picasso-t rajzol, akkor azt írjátok le egy SMS-ben, jó, hogy tudjuk, így és van. Akkor ezek alapján tudjuk majd vissza. Ha csak masszatol, ne. De igen. Hogyha a megszólalásuk hasonlít, a Gernikára, amit masszatolt a kis popsiában, akkor mindenki. Abszolút, akkor jöhet, jó? Tehát SMS-ben is lehet egyébként jelentkezni, megvannak a versenyzőink természetesen, de ha valaki úgy érzi, hogy majd most SMS-ben beesik egy nagy talentum az ő gyereke, akkor mindenképpen. Majmos SMS? Majmos SMS. Mindenképpen egy majmos SMS mindenképpen küldjek. Igen, tehát a gyerek kiváló cerkóf otthon például, 6 éves, de annyira durva cerkóf, hogy sosem mondjuk meg, hogy ő nem cerkóf, akkor nyugodtan írjatok, jó? Kicsik, nagyok, mindenki, hát felnőttek imélyenek, 14 év a korhatár, nyilván szemét nem kérünk, de hang alapján azért. Sziasztok. Lacika vagyok. Igen, azért azt kiszúrjuk, jó? Tehát gyerekek legyenek. Gyerekek legyenek elsősorban. Na, mutatjuk, mi történt velünk tegnap. Igen, tudom, már látom most a monitorom. Az óvodai ballagásokról beszélgettünk, hogy milyen érdekes, amikor az ember gyereke már odajut, hogy elballag, én elmeséltem egy történetet, és aztán hát nyilván kikarikíroztuk az egészet. Benni ballagásáról volt szó, mert hogy ugye Benni elballagott tegnap előtt az óvodából, igen, és ezt én tegnap elmeséltem nektek. Kikarikíroztuk, tehát több konkrétumot árultunk el, mint amennyit szerettél volna. Így van. Megbeszéltük, hogy szülőként milyen nehéz végigcsinálni ilyen ballagást, úgyhogy ezt megmutatjuk, aztán Ákos elmondja a híreket, mi pedig jövünk a játékkal, ha valaki játszana, arra is jelentkezzetek, úgyhogy adott a feladat, tudjátok mi a dolgotok. Fel van adva. Elmondtuk minden, nem? Így van. Na jó, jön ennek a tegnapi nap legjobb pillanatai. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 10 perc múlva pontosan 7 óra. Hello mindenkinek, drága hallgatóink, itt vagyunk, M7-es Pákozi pihenőnő, kint van a Trafi Pest felé, Dávid 94 küldte nekünk. Köszönjük szépen, most indulok Pestre. Barátnőmmel játszanánk egy fekete-fehéret. Hát, játszatok persze egymással. Kettőn ott ültök a kocsiba. Bögd meg, hogy akar-e játszani, és ha akar, akkor játszatok egyet. Szerintem nekünk már egyébként megvan a játékos. Így van. Na, meg is nézzük, hogy ki az, jó? Nem is várunk tovább. Itt van már is a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel. Jó reggelt kívánok, Szerkusztok, István vagyok. Jó reggelt is. Jó reggelt. Hello. Tengermély tisztelettel köszöntünk. Madácsi Csergős, jó reggelt kívánok. Honnan hívtál minket, István? Kazincbarcikáról, és mit csinálsz ott? Hát igazság szerint nem ott dolgozom, hanem Budapesten, csak ott élek, de ott voltam, amikor ott voltatok. Ja, kis kazincbarcikai hallgatóink, a kis kazincbarcikai teniszklub. Zseniális. Dömpi, a kazincbarcikai teniszklub királya, akivel játszottam. Óriási formán. Azóta szerintem abból él. Helyes. Ezt mondja mindenkinek? Mondtam, Dömpi. Szerintem simán. Ahány csajt levarsz, mindegyiknél gondolj rá, mindig megemlítelek majd. Sztorizál nyugodtan. Sztorizál nyugodtan. A Balázs Dömpi. Vasalj ki minden cseppe. Dömpike, adjál a kazincbarcikai lányoknak. Ha, és mit dolgozom? Hát én egészségügyben vagyok, ilyen gazdasági, tehát háttér van, tehát nem orvos, meg nem nővér, meg ilyesmi. Gazdasági vonalon utazol. Hát most éppen Pest felé, igen. Megálltam az autópályán. Teljes. Jó volt, egyébként Kazincbarcika jó volt. Nagyon jó volt. Éreztük magunkat, és nagyon kedvesek az emberek. Jó város. Nem ott születtem, én ilyen beköltöző vagyok, Pesten nőttem föl, tehát ahhoz képest ez egy nagy változás, de én imádom. Valamit tud a Polgi, mert harmadszor választották újra, tehát valamit jó csinál. Nagyon ügyes. Hát mondjuk jó fej, ugye ez egy ilyen alapvetés. Kifejezetten jó fej, és egy nyilván a városvezetéshez is ért. Hát igen, valami ez igen is, mert egyébként veletek egykorú, esetben Balázs veled egykorú. Tényleg 38, tényleg jó is? Hát egyel idősebb, de mondom, jó csinálj, ismerem régóta, még egyetemről, de nem, mindegy, jó fejnek.
Most ő kért meg, hogy hívjál fel minket? Nem, 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 kicsit, nem, 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 ő mindig ilyen, tudod, hogy bekerül választásokra. Igen, tudod, tapsolni kell neki, tudod, emlékezni. Igen, hozott ajándékot, ott volt, beszédet mondott, elintézett ezt azt, tehát ő azért nagy önmenedzselő azért. Kiváló promóter. Az biztos, mert azt nagyon érzi. Nagyon érzi a promót, igen. Tesz is a városért. Persze, jó, meg jó az. Nagyon jó. Na, kivel játszanám? Ferivel, hogyha lehetne. Ferivel, hagyd ne, persze. Bárkivel lehet, indítjuk az órát. Jó, hogy állunk? Ajajajajaj, kettő van, úgyhogy ez egy nagy csata kell, hogy legyen, mert akár el is veszthetjük a hetet. És ez már azért a sokadik lenne. Úgyhogy, hát hajrá, Ferkó. Ó, köszi. 3-2-1, Jani. Ritu van fejl. Minden nap Pestre jársz? Általában sokat vagyok Pesten, olyan 2-3 napot, de van amikor Debrecen, hát mikor már errefele. Mi már játszottunk egyszer, hogyha ha emlékszel. És akkor nyertél? Hát akkor sajnos a 42. vagy 48. másodperc. Melyik tiltott szót mondtad ki? Sikerült elbuknom, jó kérdés, a bitongra kérdeztél rá, hogy mire? Mi tudik a bitong. Bitong. Ősszel, emlékszel rá, Dél-Afrika, akkor játszottunk. Emlékszem, amikor, a szárított marhára gondolsz. És azt kérdezted, hogy azt hogyan kell elkészíteni. Uh-huh. És hát sajnos én inkább mosogatok. Annyira van rajtjuk. Távol áll a főzés tőled ezek szerint. Feleségem nagyon jól főz. Anyósom nagyon jól. Tetszett az afrikai kitelepülésünk? Én nagyon jól mosogatok. Nagyon-nagyon-nagyon élveztem. Tehát az, ami ott volt, valami béka az ablakotok alatt, meg valami fú, hát ez olyan. Igen, biltong egyébként. Biltong, ez volt a pontos neve. De egyébként mindegy is. A lényeg, hogy megvan az ajándékcsomag. Aj, köszönöm szépen. Jó voltál, revansot vettél akkor azért a játékért, ahol én kikaptál, akkor egy-egy kettőnk között a harc. Igen. Hát egy-egy, akkor majd most nekérsz egy revansot egy év múlva, vagy két év múlva, vagy nem? El tudom engedni a dolgot, de ha gondolod, akkor... Hát most már lassan 2 éve volt Afrika, össze lesz 2 éve? Igen. Két éve. Aznap költöttem a házba, ahol most lakunk, csak azért tudom. Egy reggel költő bútorpakolás előtt játszottunk egyet. Hmm. Azt bírnám az RTL jövőre csinálna még egy szállat. Nem lenne baj. Az nem, ki tudnék menni azért valahova. Hát pár hétre, azért el tudnám viselni, azért nem lenne rossz, igen. Én bírtongot még hoztam haza is ajándékba, lefóliáztattam ilyen zsugorfóliával, és hoztam haza, és imádták. Jó volt az, igen. János, te hoztál haza hús? Hát nekem azért a családban, a barátok körülbelül vannak húsevők bőven, úgyhogy... Csak mi vagyunk ilyen pápisták. És nem égeti át a bőröngyét a húst. Csak akartam kérdezni, hogy mivel fogta meg. Tehát, hogy ilyen kis csipesszel, vagy nem tudom. Hát hozzá legyen hozzá. Isá, mennünk kell, köszi, ciao. Jó, köszöntöm szépen. Hello. Na, hát akkor induljon a gyermek tehetségkutatás, hiszen vasárnap gyermeknap. És ki ne örülne egy hűtőnyi jégkrémnek, ez ugye 1000 adag jégkrém. Ez rengeteg. Tehát ebből lehet akár péntek, vasárnap csinálni egy zsúrt, vagy csak a jövéten kapjátok meg akkor jövét vasárnap csinálni egy zsúrt a kisfiú, kislány barátainak, és hát a hűtőszekrényt pedig megtarthatják a szülők. Úgyhogy drága szülők, tessék trenírozni most még a gyereket. Pistike, meg tudod csinálni, el tudod énekelni. De apa, nem, el tudod énekelni a rohadt életben. Nem sokára hívnak a Balázsék. A hangot még fontosabban? Igen. Már kifejezettem a területfoglalási engedélyt a strand mellé, ahol árulni fogjuk. Igen. Úgyhogy hajrá. 555-5500, de inkább az SMS számunkat használjátok, 070-645-0000. Jó? És itt lehet jelentkezni. Ugye volt egy e-mail címünk, ide nagyon-nagyon sok jelentkezés jött, tehát mi már betárasztunk azért jelölteket. Videókat is kaptunk, hanganyagokat is kaptunk. Hihetetlen. Van, úgyhogy hívjuk majd a jelölteket, és meghallgatunk mindenkit, aztán majd mindenkit megdicsérgetünk, és a végén ezt csak elmondjuk, hogy szerintünk ki volt a legaranyosabb, hogy miket, aztán mindenki aranyos. A rokon gyerek nyer majd. Így van, aztán megnyeri az öcsém. Mindenki aranyos lesz, mindenki helyes lesz, mi elmondjuk, hogy kit szeretünk a legjobban, vagy egy kicsit jobban, mint a többieket, úgyhogy lehet jelentkezni a játékra. Gyermek tehetségkutatással folytatjuk, mert hát vasárnap gyereknap. Uh-huh. Ne is mond. Készült ez? Valamivel? Persze. Gyerekeknek? Nem, nem. Ajándéka neked. Igen, hisz napa, hogy mit van gyereket. Gyerek, akkor az apák is kapnánk, mert ők gyerekük a gyerek. Na, 3 perc van, 7 óra jövünk a kicsi gyerekekkel a hírek után. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Jó, ez a legjobb. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.
7 óra után vagyunk pontosan 10 perccel. Péntek van, gyerekek! Hát itt a péntek! De jó! Király! Az egész hétvégén be van táblázva. Ezt igen? Én úgy szeretem, igen. Holnap szombat, utána vasárnap, vagy hogy? De én bírom, amikor úgy annyi program van, hogy egyszerűen hogy be van ütemezve, mert amikor nincs program, akkor ugye mindig megy a filózás, hogy mit csinálják, kiket találni. Hogy mi legyen, tudod. És akkor ha nincs semmi, akkor kis bringa a gyerekkel, ide-oda, nem tudom, de amikor így tudod, hogy péntek délután, péntek este, szombaton, vasárnap, hova, mindenben van. Péntek délután, este van nálunk. Péntek délután, szombat délelőtt, szombat este, vasárnap. Viki megírta, vagy mi van? Viki betáblázott? Én be vagyunk sűrűsödve programilag. Egyszerűen nem is tudom, hogy ez hogy jött. Szóval van, amik nyugisabb hétvégék vannak, most így besűrűsödtünk. Rohanós. Besűrűsödtünk, gyerekek, mint a... Nem, most hadd ne mondjam, hogy mi. Aha, ja. És beírod ilyenkor a telefonban? Tehát jönnek ilyen, nem, megjegyzem ilyen figyelmeztető fejből. SMS-ek? Fél öt, küld haza anyóst. Igen. Ne, megjegyzem, most így tudom fejből, de nincs beírva. Igazából a dolog, csak úgy most ez így sűrűnek ígérkezik. Ráadásul jó idő lesz, ami azért kell. Mert kell, mert tele vagyunk mindenféle ilyen szabadtéri dologgal. Itt hagytam a tárcámat, remélem senki nem vett ki belőle pénzt. Abból? Hát abban nincs is szerintem egy fillér se. Majd... Már. Hol a bubi? Nem akarsz? Keresnek itt a portán. Keresnek a portán. Itt hagytam, nagyon kerestem tegnap. És most nagyon megkönnyebbültem, hogy megvan. Igen. De remélem nem járt úgy, mint a kis malacpersejünk, hogy valaki rájárt erre, itt hagytam a pult mellett. Amikor lejtetted, akkor kikurult belőle néhány Krüger arany, és akkor rácsaptunk. Nem ti, hát van azért itt más is egész nap, hát gyerekek. Van azért itt más egész nap. Na. Amíg nem ruhát vettél belőle, az biztos. Megvan, de aranyos. Megvan még az a... Ha vettél is elbelőle, hogy nem ruhát vettél, azt tuti. Megvan még az a UNICEF-es polod. Mikor vagy? 86-os UNICEF kampány? Navos. Csak még APEC felirata. Ezért most... Ezért nem tudom, mit adnának. Lehet, hogy mit tudom, hogy nem kéne negyedéves adóbevallás, hogy ő is mit csinál. Hát ez már nekik sincsen meg. Zsül Navos repi pólóban van. Úgy szeretem az ilyen pólót. Limitált? Limitált elősen, így van. Csak a legjobban adózóknak adnak. Tízes út a Békásmegyer határában a dugót a buszában elkerülő trükközőket várják a rendőrőrei. Vigyázzon mindenki, M3-as Budapest felé, 135-ös kőnél egy viszonylag nagyméretű borz tettem a belső sávon. Honnan hogy borz? Hát lá, megismeri. Nem szurikáta. Aha, mert az kevés van itt honnan szurikáta. Vagy vidra, érted? Tehát egyre egyértelmű, hogy egy borz tettem. Igen, vagy régi pocok. Vagy egy régi pocok, ami melíroztatott, és ezért fehér volt a farka, érted? Azt mondja, hogy igen. M3-as Pest felé az M0-ástól torlódik, nagy a káosz. Három lábú a 10. kerületben, a Gyakorló úton, a Suri közelében 40 km/h. A megengedett sebesség bicája, még mindig lassú vagyok, ezt Mónika küldte nekünk. M2-es Vác, KPM ellenőrzés, vigyázzon mindenki. Aztán M3-as Pest felé nagyobb testű elhullott állat a belső sávon. Hát akkor ezt többen megírták valószínűleg, de ő nem látta. Nem látta, hogy borz volt, igen. Bali, beértél időben? Olyan gyorsan mentél el mellettem, hogy lejött a festék a buszomról. Szatyi kérdezi ezt SMS-ben. Sietnem kellett, iparkodnom kellett, egy kicsit későn indultam. Te voltál lassú? Várj, a szignál elején már itt voltál, gyanús volt itt, a Zsül meg is ilyet, hogy mi van, beteg vagy. Konkrétan ezt a kanyart itt a Hungáriáról az ülőjétre két keréken mentem, így bedőlt az autó. De beértem, sikerült, igen, nem késtem. Igen, azt hittük, hogy már végre mossák az ablakokat, de nem az volt, hogy nyikorgás, hanem Balázs fékez. Igen. Viszont az a lendület, hogy elmentem az ablakhoz, az összes külső koszt levitte, igen. M7-es Pákozi pihenőnél kint van a Trafi Pest felé, Dávid 94 küldte nekünk. Na, induljon akkor a gyerek tehetségkutató, hát mégiscsak gyereknap van vasárnap, ugye? Biztos, hogy a rendőrök is egy csomó gyereknapon kint lesznek, lehet játszani a szirénával. Isten, ez a focis játék, ez annyira megmaradt bennem, szóval ez, hát ez... Jó is ez, volt. Mert szóval ez egy sziszora, a rendőrök csütörtökön, a pénteki nagyon durva. Értelmeztetek, szóval... felfoghatatlan, tehát hogy lesz is belőle még egy kör majd. Lesz össze még egy kör. Na de, most ugye gyerek tehetségkutatás, illetve pontosabban nem is tehetségkutatás, mi nem akarunk itt beállni a tévéműsorok mögé, akik most nagyon tehetséget keresnek, egyszerűen csak szeretnénk valakinek egy gyereknapi ajándékot adni. És ezért valamit kérünk cserébe a gyerekektől.
valamilyen produkciót csináljanak nekünk, és győzzenek meg bennünket arról, hogy, hogy igenis neki, ők szeretnék a legjobban azt az 1000 adag jégkrémet, valamint a szülők a hűtőszekrényt, mert gyönyörű szép hűtőszekrényt is tudunk ajándékba adni. Ehhez viszont hát előre kell tolni a gyermeket, és megkérni arra, hogy csináljon valamit, vagy ha a gyerek szeretne, akkor benyomni hozzánk, hogy gyere, Eugén, játszál, mert a baliék már hűtőt lehet nyerni. Hajrá, Sebastian, például igen. Azért az nem lesz baj, vagy nem lenne baj, hogy éreznénk a kohéziót, tehát hogy a gyerek is akarja, meg igen. A szülős, hogy mind a kettőt, nem csak arról van szó tényleg, hogy a gyerek, már a síráson küzdik, és nem, gyerek ki az ágy alól, adásba vagyok a Morning Show-ba. Itt van, Évi, nagyon szeretné, ő is csak fogad most, Na, hívjuk az első jelöltünket, hihetetlen sok e-mailt kaptunk, minden szülő benevezte a gyermekét, én nem tudom, hogy ez a hűtőnek szól, vagy hát, ha valaki felfedezi az ő gyermeküket, vagy nekünk, vagy a jégkrémnek, minden esetre az egy perc hírnévnek brutálisan sokan jelentkeztek, mindig egy kicsit ilyenkor így gondolkodunk, hogy vajon lesz elég gyerek, meg vajon jelentkeznek-e, és aztán nem tudjuk ezt a dolgot igazából, hát hogy is mondjam, alábecsülni vagy túlbecsülni, mert rengeteg e-mail, rengeteg jelentkező, sajnos mindenki nem is fér be egyébként az adásba. Na, hát akkor nézzük, hogy ki az első jelölt. Halló, jó reggelt! Jó reggelt kívánunk! Ó, egy reggel. Apuka! Tudtam, hogy nem a gyerek fog beszélni. Hello Zsolt, jó reggelt! Ciao. Ja, honnan hívtatok minket? Szegedről telefonáltunk. Szegedről? Martinka egy órával hamarabb kelt, úgy bevasult. Komolyan? Komolyan mondom, annyira várja. De nem magától, ugye? De, abszolút. Aha. Semmi közünk hozzá. Tehát nem lerántatod róla a takarót, hogy kőt elébresztette. Igen. Na, és mi a nagyobb kincs? A hűtő, vagy az 1000 adag jégkrém? Mi indított el a fantáziát? Csak a jégkrémről szólt. Az óvodába osztani mindenkinek, gyerekeknek, mamának vinni, mindenhova. Értem. Tehát Martinak ez mozgatta meg Martin a fantáziáját. Martin szerintem Magyarországon a legnagyobb jégkrémfán. Komolyan? Tényleg? Mágya. Óriási jégkrémfüggő a gyerek. Jó, most mit csinál Martinka? Most éppen azt várja, hogy mikor mondhatja el a verset. Ja, pont ez lett volna a következő, hogy mi a produkció? Igen, hogy azt várja, hogy elmúljon a tolog gyulladása az előző jégkrémezésben. Igen, jól van, oké. Okay. Hát, a kutyafülű aladát. Fogja elmondani. De jó, a kutyafülű aradár. Azt mondta, hogy megtanítja nektek. Aj, de helyes. De na, rendes. Halljuk akkor Martinkát, jó? Ad nekünk oda. Hány éves? 3,5 éves, ugye? Már 3,5 éves a Martinka. Így van. Azt a mindent. Hát ő nagyon pici. Szerintem ő lesz a legfiatalabb versenyzőnk. Jó, adom Martinka, jó? Balázsra. Szépen eljön. Szia! Mennyire cuki. Hello Martin, ciao! Hello! Hallom, hogy készültél versel nekünk? Hosszú lesz. Szóval igen. Hallgatás, beleegyezés. Zsolt hátulról. Igen! Kell az a hűtő! Na, halljuk akkor, jó? Figyelünk, na, nagyon figyelünk. Jó? Martin a legfiatalabb versenyzőnk. Mondd akkor, figyelünk. Haraputz a három alatt, megnyitotta, cippaldabban megnyitotta, kutyafülű aladár. Kutyatár, kutyafülű aladár. Hát gyönyörűen pörögnek az erre. Forintér. Tarka kutya. 5 forintér. Kutyajár. Kutyatár, kutyafülű aladár. Nagyobb vagy. Azt hittem, mi tapsolunk bele. Igen, apuka hátul. Akkor még egy kicsit alá is tapsolt. Igen. Zsolt, jó volt, ügyes volt, nagyon. Hát 3,5 évesen komoly teljesítmény, hogy már a gyerek verset. És verset, hogy kihagyott belőle szavakat, de az időt az kihagyta. Igen. Figyelted? Igen. Hát, óriási. Volt benne egy nagyon minimális luk, amit én életemben először tapasztaltam nála. Kicsit ott lefagyott. Mert egy picit látta magát a gyerek a színpadon, ilyenkor kinyújtja ugye a mikrofont, hogy a közönség mondja helyette a következő sort, aztán visszaveszi a szót. Igazi profi. Oké, csokoljuk, puszíjuk, jó, mondd meg neki. Köszi Zsolti, ciao. Hello. Hát. De helyes volt. Igen, apu, hogy örült neki, hogy sikerült. Ha, igen. Na jó van. Oké, megyünk tovább, itt a következő tesék. Magunknak pontozunk lapon, ugye? Ne, egytől ötig, vagy hogy pontozunk? Egytől ötig pontozzunk. Igen, öt. Egytől ötig pontozzunk. Jó? Egyes.
Ja, nem, az első. Hogy is nem. Hát már úgy értem, hogy hát, rohadék. Itt a következő. Halló, jó reggel! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Szia. Azt nézem, hogy hello. Niki, hello Niki, honnan hívtál minket? Zalaegerszegről hívtál minket. Nike! Ja, nem tudom. Nem ő. Hány éves vagy, Niki? Te szeretnél a jégkrémet, Niki. Igen, nagyon szeretem a jégkrémet. Aha. Te vagy a mama, jól gondolom, ugye? Igen, igen. Na, és hány éves a gyermek? 6 éves, óvodás. Óvi, és hogy hívják? Maja. Na jó van, ad nekünk akkor Maját, jó? Okay. Maja, gyere! Azt mondja, nem. Honnan jön Maja? Az óvodából hallottad, Ovis. Igen, most indult Kaposvártól. Sziasztok! Hello! Szia. Hello, Maja! Ciao, szia! Maja, hány éves vagy? 6. Akkor te még Ovis vagy, ugye? Igen. Mi a jeled az Oviba? 10. Oh, már iskolába mész majd szeptemberbe, vagy van még egy évet? Jövő ősszel mész. Aha, várod már? Igen. És milyenek az óvónénik? Hát... Jó, nem mondj többet. Aha. Melyiket nem szereted? Ki? Szeretem. Lehető, ki vagy. Maja, mivel készültél nekünk? A jégvarázs szeretném. A jégvarázs szeretnél? Hát ez egy dal, ja. Akkor te énekelni fogsz, ugye? Jégvarázs. Igen. Aha, tehát szeretnél egy dalt elénekelni a jégvarázsból. Jól van, oké. Okay. Tudod, hogy mi a díjunk egyébként a hűtőszekrény mellett, ami nyilván egy gyönyörű hűtő, hogy mit adunk még, azt tudod? Még nem. Még nem, még anyukád nem mondta el, hogy mit nyerhetsz majd. Nem akarta feszélyezni. Hát. Ma majd a hűtőre megy, úgy hallom. Igen. Meg a jég. Oké, okay. Felkészültél? Igen. Na, nagyon figyelünk akkor, Maja, halljuk. A hótengem a hegeken át, ugye vakít ez a tér, szívedet is érbe zárja, itt a világ teremén. Tudom, hogy elrontottam, rémes tettem, fáj, hogy is volt, lehet minden már. A lelkemért csak kettő fél, meg jön, hogy nehéz, ma ez megtörtént, hát jöjjön fél, s tél is hó, talán így is jó. Legyen hó, mi sose volt hasonló, legyen hó, olyan lelkem a szétból, már tudnám, az, hogy mihez szétnék, jöjjön szárkod már, és közben szívemen ül a jég. Ajaj, de helyes vagy. Maja. Add anyukádat még egy pillanatra, jó? Puszilunk. Oké. Okay. Szia! Hello, itt vagyok. Hello. Hello. Nem is mondtátok a gyereknek a jégkrémet? Tényleg, mert nem tudott róla. De elmondtam neki, de... Mondta neki? De nem érdekelte. De annyira nem érdekelte, hogy a szeretés az jobban érdekelte. Az megjegyes. Mikor leszek már a rádióba, anya? De azt hittem, hogy nem akartátok sokkal a gyereket, és nem mondtátok meg. De. Oké, Niki, köszi, ciao. Köszi, hello. Puszi, hello, ciao. Nagyon cuki volt. Igen. Nekem nem volt ennyi bátorság bennem egy idősem. Hát a gyerekek egyébként szivacsagyuk van, kétszer megnézik, persze, igen. Tudják, igen. Igen. Na, itt a következő jelöltünk. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Ha, hello! Szia. Ciao, Nóra, jól mondom? Igen, igen, igen. Nóra, honnan hívtál minket? Debrecenből. És mi a produkciód? Hát... Az milyen durva lenne. 13 éves vagyok, csak egy kicsit mély hangom. Nóra, Debrecenből, és van egy gyermeket, ha jól látom, ugye? Hát, van kettő is. Na. Két fiam van. És Belgát hallgatnak. Ó, oh, te király! Igen, csak most az a pici probléma, hogy közben Bence egy kicsit megmakacsolta magát, viszont van egy öccse, aki szintén tudja a dalokat, ha esetleg ő hat visszak helyette, akkor az... De várjál, hogy bemenekült a fürdőszobába, vagy bemászott az ágy alá? Mi hát történt? Hát konkrétan először a gyerekszobába, most a nappali, most egyenesen fel az emeletre futott, úgyhogy teljesen ki van égve, pedig már nagyon fent a fogásban. Ki van égve, az picit erős az ég. Utána csavar hátra a kezét, énekelni fog. A krumpádat, az mindig segít. Már krumpádat.
Tehát úgy makacsolta meg magát, hogy nem akar énekelni, vagy pedig inkább dopmentolna. Jó, úgy figyelj. Makacsolta magát, hogy nem akar énekelni, viszont a kicsi az szívesen bevállal. A kicsi mennyi idős? A kicsi 3,5 éves. És belgától. Aha, és tolja belgát. De Zsolti a békáról? Nem, egy mostanában kezdés még el, a diszkó albumon van a Benzinkút című szám. Az is jó. Aha. És abban kevesebb a csúnya beszéd, úgyhogy azt lehet, hogy a gyerek megadni. Jó. Na, add akkor őt vagy, akkor hallgass. Őt hogy hívják, hogy a Bence, aki elbújt? Bence, aki elbújt, és itt van Levike. Levike, aki 3,5 évesen belgát rappel. Na, erre kíváncsi vagyok. Levi G. Levi G. Akkor csak a reflét. Akkor a nyelv. Aha. Tipikus, mama, amikor mama jobban akarja a tehetségkutatót, mint a két gyerek. Oké, figyelj, nem baj, Nóra, akkor visszahívunk, hogy hívjatok. Sajnálom, pedig igen, az a baj, hogy így élőben, azt hittük elég lesz, persze, hogy betűzünk hát a házi baj. Videót, de így élőben már nem annyira. Jó, hát majd mondjátok el a gyereknek, hogy elúszott egy ütő miatt, Bentuska, látod azt a sok boldog gyereket ott a mezőn? Na hát nem, te ma nem leszel közöttük. És mondd azt neki, hogy nem menjünk sehova. Nem kell, puszilunk, visszaívunk, majd ha akarja. Jó, csáó, puszi. Hello, hello, hello. Itt van a következő versenyzők. Halló, jó reggelt. Sziasztok. Ó, hát itt már maga a versenyző veszi fel a telefont. Hello, Máté. Sziasztok! Hello! Hány éves vagy, Máté? 9. Oh. Apád tudja, hogy csörögtél, vagy elloptad a telefonját is. Igen, tudják. Tudja? Tudja. Honnan hívtál minket, Máté? Hajdúsámson. Aha, de merre van, segítség kicsit? Debrecenben. Debrecen környékén. Uh-huh. Aha, aha. 9 éves vagy, akkor te már suliba jársz. Bírod? Milyen? Mesélj egy kicsit a suliról, jó? Az jó, csak hogy nem annyira szeretek járni. Nem szeretsz? Megleptél, 9 éves fiú gyerek azért. Mit utálsz a legjobban? Mi az, amit nagyon unsz, tantárgy? Vagy ami A matek dolgát. Na, Istenem, ki a legundokabb tanárnéni? Igen. Mondd le teljes néve. De erre ne válaszolj. Mi az, amit szeretsz? Milyen tárgy? Hát, amit szeretek, tesi, meg ilyenek. Na jó, tesi, hát azért, Máté, erősen alibi, erősen alibi, szóval, tehát a gyerekek akkor tesit szeretik, ott lehet focizni. Sportolsz valamit, Máté? Hát, szoktam néha. Na, úszok. Mit? Tényleg? Ez ilyen sulis úszás? Igen. Na, az menő. Jól van, oké, mivel készültél, Máté? A Gütyül Gangtől a rap. Nem, mondod komolyan, hogy Gütyül Gangből készültél tényleg? Igen. És csak viccesz, ugye? Ez nálunk, nem, nem. Nálunk nem hallottad viccesz. Őket? Nálunk hallottad igen. Őket? Először, mikor megmutattuk a Gütyül Gangnél? Igen, az nagyon jó volt. Az erős volt, igen. Az elég, igen. Na, hát kíváncsiak vagyunk. Jól van, figyelj, mi érdekel jobban, hogy a szülőknek nyerjél egy hűtőt, vagy egy jégkrém? Jégkrém. Nyilván persze, ez az ezer adag jégkrém, persze. Felfigyeljenek a tehetségemre. Igen. De azért a szülők közben kapnak egy hűtőt, ha megnyered. Mondtad nekik? Igen, tudtam. Az a felét, az árának a felét kérd el. Cashbe. Hogyne, mennyire jó arc, hogyne. Figyelj, hát ez ilyen 200-300 ezer forintos hűtő, megmondod, hogy kilo akkor 50. A kilo 50, akkor érkezik meg, ha 75-öt neked lepertálnak. Ennyi. Kilo 50 vagy perelsz. És most hol vannak a szüleid? Most éppen anyukám itt az ajtó előtt. Próbálja visszakérni a mobiltelefonját. Adj ide, tegyel! Ne égess már le bennünk! Máté! Na jó, oké. Gütyül Gang, jó? Ebben vannak ronda szavak? Azok, amit csinálunk. Igen, azokat átírtuk. Tényleg? Aha. Na jó van, megnyugodtam. Jó van. Oké. Na figyelünk, Máté, akkor. Jó? Mögöttem a csapatom itt a Gütyül Gang. Erre felé nem bívott a nagyvárosi szleng. Nem mondom, ha valakinek nem tiszta a kép. A lényeg itt csak az, hogy együtt van még. Nem pedig az, hogy repelni meg ki nem, hiszen nincsen közöttünk fiatopak semmi nem. Ez igen, hát akkor ott olyan az összes utca, minden angfalból a gicsi kemény keményebb tudta. Ez az utca szent, meg a gangster flow, kemények ezt meg mint egy csúlya szó. És oda ezt egy vélemmel, már 12 éve, számítottunk egymásra, akármilyen tréve. Velem van a Szabó, Skóba meg a Bálik, Gyurás van a párom, valami már látszik, Zoli meg a hegedűs, és itt van még az aki, bocsi, a repen becsúszott egy-két baki. Itt a Gütyül Gang, ez a mi kis csapatunk, amikor csak tudunk az utcákon csapatunk, leírtuk ezt a dalt, hogy mennünk ennyi bátorság, viszont itt a keményhez. Köszönöm, ez a sátatát, testvérek vagyunk, ami ma már ritka, őszintesik becsület, ennek ez a titka, ez a Gütyül Gang, ilyen a mi bondánk, nem tudnak mi minket, bánni mondanak rá. Hey! Jó! Én bírtam.
én nem mondtam volna meg, hogy ez nem az eredeti. Jó volt? De jobb volt, mint az eredeti. Szerintem jobb volt, mint az eredeti. Jobb volt, mint az eredeti. Én szíves, simá hoztad a szintet. Jól van, oké. Oké, Máté, ügyi voltál. Köszönöm. Hogy érezted, hogy ment? Hát elég jó szerintem. Igen, tök jó arc vagy. Az önbizalom a lényeg. Figyelj, többieknek mondtad, hogy hallgassátok reggel a Morning Show-t, benne leszek srácok, olyat oda kérítok. Mondtad neki? Igen? És mit szóltak? Hát örültek amúgy. Jól van. Oké, Máté, döntünk nem sokára, jó? Még szerintem 8-5 eredményt hirdetünk, jó? Oké. Oké, ma add vissza anyagot. Nagyon szeretném a fagyikat. Egyébként ennyire édes szájú vagy, Máté? Azért vagy a többieknek kicsit fagyizni, osztani, vagy te egyébként is édes szájú vagy? Egyébként is. Igen? Sok édességet tetszel? Nagyon. Tényleg? Na jó van. Oké, meglátjuk. Azért nem annyira, csak hogy amikor tudunk venni. Jó, mennyit osztasz vissza az 1000 adagból, ha mondjuk megnyered? Hát körülbelül 3/4-ét. Visszaadod nekünk? Hát... Igen. Ez azért nem jó biznisz, ebben nem menj bele. Nem. Az 1000 adagból az nem jó biznisz. Oké, okay. Nem sokára eredményt hirdetünk. Jó, köszi, ciao. Hello. 900-at adsz, hogy nem kapsz semmit. Igen. Na jó. Oké, elmegyünk egy picit hírezni. Ha valaki még érez a gyermekében erőt, hát ezek a produkciók, de még lehet jelentkezni 8-ig, mert 8 után ugye Dárdai Palit hívjuk, úgyhogy 8-kor lezárjuk a gyereknapi kis ajándéksorsolásunkat, úgyhogy lehet nyugodtan még jelentkezni. SMS-ben 8 után lehet tolni Secret Ment is. 8 pontosan, 1 perccel jövünk mindjárt a hírek után. 3:48 lesz pontosan 4 perc múlva. Hello mindenkinek, itt vagyunk, és még mindig zajlik a versenyünk, mert hogy egy hűtőatét, egy gyönyörű szép vadonatúj hűtő és 1000 adag ékrém. És hát a gyerekekben vannak bolondulva, e-mailben rengetegen jelentkeztek, több százan, most itt az SMS falon mindenki be akar kerülni egy-egy produkcióval, vagy betolni a saját gyerekét, hogy az övé a legjobb, és őt hallgassuk. Én már kerestem egy darab nyalósót, mert ezt nem bírom. Ez ilyen igen. Na, már is jön a következő versenyző, itt is van velünk. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, ciao, halló, téged hogy hívnak? Zsolt vagyok, Szigetcsépről. Zsolt, szia. Hello, de ugye nem te versenyzel. De hogy? Hogy hívják a gyermeket, Zsolt? Milován. Milovánnak hívják a gyermeket. Hány éves? 5 éves. 5 éves, azt a mindenit neki. Na, hát akkor át is adhatod neki, beszélünk vele. Yeah. Jó? Okay. Hát 5 évesen már flottul lebonyolítja ezt a dolgot. Ciao, hello Zsolt, szia. Hello, Milován, ciao, hello. Van Bece neved, vagy ez így hívnak, vagy rövidítik ezt valahogy, Milónak, vagy nem tudom. Mili? Így hívnak, hogy Mili. Aha. Mili. Na, mivel készültél nekünk, mert tudom, hogy tudsz egy-két dolgot. Mili, mi lesz az, amit előadnál? A tolvajtot, meg a nézését, meg a jajalatot. Várjál, a kettőt együtt? Tehát Star Wars és nézését és a járását? Tehát egy kis Star Wars, egy kis grofó? Igen. Na, hát nagyon kíváncsiak vagyunk erre. De te láttad a Star Wars-t? Gitarozok is. Micsoda? Ezt nem értettük. Mit mondtad? Gitarozok. Ja, hogy gitározol is. Azt, amin tehát Star Wars, gitáron és egy kis grófon. Nagyon komplex produkció. Milyen mashup lesz. Na figyelünk, oké, ha nyomjad, jó? Figyelünk. Milován, te nagyon akarod ezeket a jégkrémeket, te mindent bedobtál. Igen, papának szóljál, azért a gitáron hangoljon egyet, de nagyon jó volt. Milován, Star Wars, gitár, kis grófó, minden volt. Nagyon szerettük. Nagyon szerettük. Jól van, oké, nem sokára eredményt hirdetünk. Jó, Milován, ügyi voltál? Jó. Add a papát még egy pillanatra.
Hello, itt vagyok. Hello! Szia! Figyelj, tényleg ő közben gitározott is, hát nyilván akkordokat még azért nem nagyon fog, de hogy... Dehogyis, csak azt mondta, akkor vállalja a fellépést, ha kap egy gitárt, úgyhogy tegnap menni kellett neki egyen. Te gitároztál? Dehogyis, én gitároztam, ő pengedte. Na, azt mondom, hogy ő pengedte, hát akkordokat még nem fogod, de az ő pengedte, persze. Persze. Jól van. Hát egy ilyen húrokat, mint a... Egy muszti dobait vegyetek elő, hogy kell behangolni azért ezt a gitár, de szerettük nagyon. Igen, és ne vessétek el a zongorát sem. Köszi. Zsolt, köszi, csokoltatjuk, Milován, nagyon helyes volt. Köszi. Puszi, csáv. Hello. Na, itt van a következő versenyzőnk, halló. Halló. Hello, Móni, ciao, honnan hívtál? Sziasztok, Bodajtról hívunk titeket. Bodaj. Az én kis Bencémmel. És nagyon vártuk már, hogy bekerülhessünk, majd reggel 6 óra óta fönt vagyunk, és várjuk, hogy komolyan. Mikor hívtok minket, úgyhogy nagyon izgatottak vagyunk. Bence is? Egyébként hánykor kell? A Bence egyébként ilyen 7:30-kor, mert hogy ma nem mentünk Covid-ba, mert éppen szabadságon vagyok. Inkább én keltem korán reggel 6-kor, hogy tudjak elmenni a pékségbe a kedvenc reggeliért, mert hogy kakaós sikát szeretett volna. Ugye még feszélyesek ilyenkor, úgyhogy nem jól kelnek, és akkor nem biztos, hogy működne ez a dolog, úgyhogy elmentem neki gyorsan. De még nem adta oda, még csak tartja, hogy kell. Nem, Bence úgy kell föl, hogy a kapok kakaós csigát, lehet, hogy nyerek egy hűtőt neked. De nem, a Bence úgy kell föl, hogy kijött a konyhába, és azt mondta, hogy anya, én ma neked reggel fogok nyerni egy hűtőt. Na, hát akkor halljuk a produkciót. Mivel készült Bence? Hát a nézését meg a járást, most kell énekelni. Akkor van egy ilyen blokkunk, egy ilyen külön blokkunk. Igen, hát ő 3 éves, úgyhogy lehet, hogy nem feltétlenül lehet érteni minden szavát. Na gyere, Bence. Na figyeljünk Bencére. Végén egy kis Star Wars lesz, ugye? Kiderül, hogy Milován testvére, tudod? Biztosan mentek, mind a két gyereket benyomták. Igen, itt vagyunk. Szia, Bence! Hello, Bence! Ciao! Na figyelünk akkor, jó? Hogy szól ez a kis grófó? Te vagy már a második, aki ezt előadott. Vett a nevét, meg a járászát, cipőjének a ingászát, száz olyan nyersem anna. Ej! Itt a vége! Bence! Hát egész ország tudja már. Tessék? Csak levegőt. Igen, végzett és vissza is adta a telefonot. Jó, persze, nem akarjuk nagyon, nem akarjuk nagyon fogadni. Kakaócsiga már nála van? Már megette a kakaócsigáját. Viszont azt szeretném kérdezni, hogy eredetileg amúgy én a lányommal szerettem volna bejelentkezni. Aha. Csak ugye beírtam az e-mailbe a Bencét is, hogyha lenne időtök csak egy fél perc, hogy a kicsi lányom is hadd énekeljenek. Nincsen sajnos. Nem. Egy anya, egy gyerek. És a nagy is itt ül. Nagyon szeretne valami. Nem, csak regényként neki ígértem. Hát, akkor miért nem ő? Hát mert hogy a Bence lett visszahívva, és akkor nem ad. Mindegy, mert a Tamara itt már énekli. Jó, Tamara énekli otthon. Jó, köszi, ciao, puszi, Moni. Jó, köszönjük. Ciao. Hello. Egy szülő, egy gyerek. Egy, hát ő szigorú. De Csabinál lehet próbálkozni, ő bőrülne neki. Halló, jó reggel, ciao. Halló, szia Balázs, szia. Hello, szia, János, jól mondom? Igen. János, hello. Szia. Add a gyermeket, jó? Ő már nagy, 10 éves, tehát vele már tudunk beszélni. Sziasztok! Hello! Joel, jól mondom? Igen. Joel, ez Becené vagy így hívnak? Igen. Melyik? Aha. Becené vagy János? János vagy tulajdonképpen? Vagy vagy ez Joel, tehát így hívnak, hogy Joel ez a neved? Igen. Aha, jól van. Oké, te 10 éves vagy, akkor sulis vagy, már bőven persze, már te sulis vagy. Mivel készültél nekünk, Joel? Dala. Na, ne viccelj. Nem mondod komolyan. Mi a címe? Mi a címe? Mit szeretnénk érted? Mit tehetnék, érted? Aha. Hát, énekeld el, Ada. És te jól tudom, hogy hangszeren is játszol, ha jól mondom, ugye? Igen. Oké. Gitár. Segítek, hogy nem vagy túl bőbeszélni. Jó, na hallgatjuk, figyelünk akkor, jó? Jöjjön a produkció, nem kínozzalak tovább. Nem születtem varázslónak, csodát tenni nem tudom. És azt hiszem, már észrevetted a jó tündét, én vagyok. De ha eltűnne az arcodról a sötét szomorúság, úgy érezném, vannak még csodák. Kicsit szomorú hangulatú a dal, de... Hogy előzzem a bánatot, hogy lelked még megtörje.
gonosz varázslatot. Mindenki együtt azt hogy? Szeretnék érted, hogy a szívedben arany legyen. Joel, ne szomorkodj! A szomszédból valaki menjen már szólni. Szóltam már Joelnek, hogy vége van, mert mindenkinek egy adott időkeret van. Joel, várjál, legtöjjétel. Valaki egy marék murvával dobja meg az ablakot. Tolja még. Itt vagyunk. Joel. Hello, Joel. Tényleg te gitározol? Igen. A betyárját. Hát nagyon, nagyon komolyan. Joel nagyon ügyes. Nagyon komolyan. Nagyon komolyan. Jó, és jó volt az ének. És komolyan is veszi. Ügyes vagy. Igen. Te így mindig szomorú vagy, Joel? Azért választottad ezt a dalt? Nem. Jó, megnyugodtam. Oké, okay, köszönjük, nem sokára mondjuk, jó? Köszi, sziasztok, ciao János, hello Joel, sziasztok. Hello. Kifejezetten korrekt. Ügyes kategóriában volt, a legjobb volt. Igen. De mire gondolhatod közöttem? Igen, persze, mert fura egy picit 10 éves gyerektől ilyen szomorú hangvételd a olvadó jégkrémekre. Ha nem nyerjük meg a jégkrémet, és a térdére. Itt van egy teljes. Laci hangotok. Ne haragudj, ez haló volt, sziasztok, Éva, hello. Hello, itt vagyunk Bölcskéről a Ne felejts csoportból. A Ne felejts csoport. Oh, néni, ugye? Igen, vegyes csoportunk van, úgyhogy van itt kis csoportos, középsős és nagy csoportos is. Az jó. Nincs itt mindenki, de már vagyunk itt tizen. De ők fekete pontot is fognak kapni. Nem, itt senki nem kap fekete pontot. Csak nem lesz ebéd. Itt mindenki a jégkrémre pályázik, nem a fekete pontra. Tényleg, hát 1000 adagból azért igen. Elvagytok egy ideig. Igen. Így a környező iskolák is kaphatnak. Valami zöldséget is kapnak majd. Azt is kapunk minden nap, meg gyümölcsöt is. Jó van, készültetek egy mondókával? Igen, egy malackás mondókával. Gyerekektől malackás mondókkal, nem túl disznó viccek azok. Figyelünk, jó, hallgatjuk. Kis malackás. Jó, akkor kezdhetjük. Ez a malac. Liadja meg, ez itthon maja, ez a finom becsenyés, ez semmi se kap. Ez a malac, nincs itt nagyon, új, elég éhesek vagyunk? Nagyon jó volt. Nagyon helyesek voltak. Köszönjük szépen. Sziasztok. Hello, ciao. Na. Ügyesek. Milyen bábán mehetett ott. Aha. Látszik. Meg ne szólaljatok. Csika, köszönjük, lépje meg. A malacosat mondjuk, nem a kiskacsákat. Na, még egy utolsó. Sarokban. Igen. 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 Nem. Nagyon várjunk. Halló. Halló, jó reggel. Hát jó reggel kívánok. Jó reggel. Jó reggel kívánok. Te vagy a versenyző? Igen, én vagyok a versenyző. Zancsi Krisztián. Krisztián, hello. Nem mondná. Te még beleférsz a 14-be? Én még persze beleférek. Komolyan, Jézus Atya Isten. Na, és mivel készültél nekünk? Hát én egy énekkel készültem, amit az Eddától a Kört fogok énekelni. Eddától a Kört? Ez jó. Igen. Ez jó fog állni. Picit elcigiztél már a hangod. Igen, mondja? Sorban 299 gyerek, hogy engem tudjanak hallgatni. 290 gyerek van körülötted? Igen. Komolyan mondod? Igen. Atya, de mit csinál? Hol vagy te most? Az iskolában. Ja, és körül álltak, hogy szóltál, hogy gyerekek, mi a adás vagyok, 290 gyerek áll körülötted. Atya Isten. Hol vagy most egy javító nevelő intézetben? Igen, nagyon csöndben vannak. A 290 a gyerek, hogy tud így ennyire csöndben lenni? Hát ezt én nem hiszem el. Hát mert ugye nekem énekelek, és mondtam nekik, hogy már nagyon csömbéség csömbben maradtak. Mert szertárban vagyunk külön, hogy ne hallják, de ha halljátok, akkor kimenjünk. Majdnyetek meg ki csak egy ilyen üdvrilalgás, hagyja, hogy majd milyen hangja van 290 ki gyereknek. Ki volt, aki beszélt a húgod? Ki a bájra? Tényleg
ott vannak. Na megvan. Tényleg, jó, tényleg, mert az első kiáltásnál a 2.90-et nem nagyon hittem el az egyszerben. Legalább 8. Igen. Oké. Na Krisztián, egy verszakot a körből, jó? Jó, rendben. Akkor egy verszakot. Csak persze leülök. Miért? Énekelhetem? Miért ülsz le? Miért? Ülve jobban megy? Tessék? Ja, igen, igen, úgy jobban megy. Kör közepén ülök? Kör közepén ülök? Körbe vesznek, jó. Lehet kezdeni? Hogyne? Ja, itt vagyunk, persze. Kör közepén állok, körbe vesznek jó barátok, körbe vesznek jó barátok és rosszak. Kör közepén állok, így könnyen eltaláltok, így könnyen eltaláltatok rosszak. Köszönjük szépen! Eltaláltátok a rosszat. Jó, Krisztián, sokszor hallgattad ezt a dalt? Hú, hát én ezt imádom, az Eddát azt nagyon imádom. Tényleg? Nagy Edda rajongó vagy? Jó van. Egyébként jók, jók, tényleg jók is. Tényleg jók is. Oké, jól van, Krisztián, köszi. Nagyon szívesen. Csáó, köszi, nem sokára jól szeretni. Igen. Igen. Szalai, úgy 14 éves, mint hogy Matolcsi ortodox. Na, jól van, egy utolsó versenyzők van még, ha esetleg szóltok, hogy na, valamit írjatok már. Igen? De akkor miért nem írtok valamit? Valaki valamit? Nem kéne kommunikálnunk. Valaki valamit, ha írnátok esetleg, hogy van még-e, vagy nincs, vagy többre, többre. Sziasztok, Janika vagyok, Lőrincről. Na mondom, addig Martinkával kezdtünk. Igen, kutyafülő aladár. Vannak az utca nevel. Kivel kezdtünk? A Martinka, kutyafülő aladár. Maja 6 éves jégvarázs. Így van, Buci bácsi kedvenc dala. Levi G volt utána, Gütyüligengel, csak hogy tudjunk gondolkozni. Máté, annyit írtam, 9 éves. Aha. Azt nem tudom. De annak jó. Igen, aztán volt Milovának 5 éves. Igen, volt igen. Bence. Joel volt a gitáros énekesünk, ő nálam nagyon befutó, de nem akarok befolyásolni senkit, a Bölcskei Ovi és Krisztián a 290 fővel. Így állunk, és várjuk a tizediket. Még legyen egy? Vagy most van Anna valaki legyen. Beadott, ő még most kicsoda, aki beadott Anna. Ki ő? Na. Na jó, elmenjünk egy picit hírezni. Összeállunk. Kirúgod a stábot. Én itt vagyok. Összeállunk. Most elmegyek és kirúgok mindenkit, aztán elmegyek szánkózni. Jó? Most van egy kis gond. Most elmegyek, leteszem a mikrofont, jó? Mindjárt visszajövünk. Ákos elmondja a híreket, aztán eredményt betűnk. Újabb béna. Utána elmegyek szánkózni. 4 perc, pontosan 8 óra. Mindjárt jövünk az eredmény hirdetéssel. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra után vagyunk pontosan. 11 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, még szoknunk kell nekünk is ezt az új kis openerünket, amit itt szól. Itt vagyunk, és pillanatokon belül eredményt hirdettünk, csak gyorsan van egy-két közlekedési hírünk, amit beolvasnék, ha nem baj. Parancsolj, kérlek, alása. Azt nézem, hogy jött-e új, jött-e friss, így van, megérkeztek, már is mondjuk. M5 Szegedre vezető 140-es kavicsánál oda-vissza mérnek a Barázscsei lehajtó előtt. Trafi az M3-as Mátészalka felé vezető oldalon a Nyírbátori lehajtó után, valamint a MOL kúttól torlódik az M3-as Pest felé, nagy a káosz, Zsoltika küldte nekünk. M7-esen is van egy trafink a Pákozdi pihenőnél, Pest felé vigyázzatok, ez Dávid 94 küldte nekünk, valamint az M187-es kilométerénél a felüljáró romolik a Pest felé tartókat, ezt Oti küldte. Ottót ír, csak Oti. Meg a megszokás alapján Ottinak szólítom. Na, hívjuk gyorsan a nyertesünket. Igazából mindenki nyerne szerintem, meg mindenki megérdemelni. Tök helyesek, tök cukik voltak a gyerekek. Aranyosak, fiatalabbak, idősebbek. De hát nem tudjuk mindenkinek. Nem tudjuk mindenkinek odaadni. Jaj. Halló. Halló, ciao, hello. Morning show. Szia. Szia. Hello! Na, hát a mi kis zsűrünk úgy döntött, Máté, hogy te vagy az, aki megnyerted ezt a kis... Bizonyám! Neked a... Figyelj, mindenki nagyon aljas volt, mindenki nagyon aranyos volt. Téged kedveltünk, Máté, téged is kedveltünk. Mondjad? Anya, az a hír! Nem értem. Anya, az a hír! Anya sír! Anya sír, de helyes, tényleg? Elsírta magát, de cuki! Igen!
Szóval mit csinálok a sok jégkrémmel elmondva? Anya sírt, szemetek! Figyelj Máté, megérkezik majd egy darus kocsi, lerakja a kertetekbe, jó? És hát mindenkinek adhatsz belőle. Kit fogsz meglepni? Hát szerintem az egész családomat. Az egész családod? Hát 1000 adag abból van bőven. És a maradék 980 adaggal? Azzal mi lesz? Iskolába vidd be, így is van, hát szerintem örülnének neki, az tök jó fejség. Igen. Na ugye Máté, te voltál az, aki a gyülgenget nekünk elrepelte, van, aki énekelt, van, aki gitározott, van, aki versicavat, mindenki tök helyes volt, meg tök aranyos, de hát valahogy nekünk is döntenünk kell. Melóztál vele, átírtad így a szöveget. Van. Jó volt. Nagyon is jó volt szerintem. Mit mondtál? Nem értettük. Győztem is vele. Jó, győztél is vele. Igen. De helyes. Igen. Jól van. És soha nem nyertünk semmit. Tényleg? Soha semmit? Na, hát akkor ez megtört, ahogy szokták volt mondani. Megszakadt ez a rossz széria. Jó? Na, nagyon köszönöm az éve, hogy nyertem. De helyes vagy. Te hogy nem vagy még suliba? Hát úgy, hogy megengedték, hogy azért maradjak. Tényleg? Addig, ameddig. Ami ki nem derül, tehát az eredményhirdetésig, igen? Igen. De akkor ma még bemész? Igen. Figyelj, menj be, vegyél fel egy baseball sapkát, fordíts hátra, kicsit sétálj végig a folyosón, és azt mondod, na ki a király gyereke? Így szoktad? Igen. Jó, de most alapod is van rá. Most valami, ki a király gyereke? Nyertem a Morning Show-ba 1000 adagjegyet. Kérsz egy kis pisztáciát, haver. Na, figyelj, ma mindenki a barátod lesz, figyeld meg. Ma annyi új barátod lesz. Tessék? 100%. A 100%. Biztos sok haverod megismerősöd van, de ma mindenki. Ma te leszel a suli. A suli sztárja. Jól van, Máté. Elmondunk majd adáson kívül mindent, jó? Hogy mikor érkezik, hogy érkezik. Jó? És hát ne felejtsük el azért az új hűtőszekrényt sem, szóval a szülőknek az... Az igaz, az anyájéké lesz. Igen, tehát azért nem tudom... Ne most feledd a fél pénzt elkérni. Igen. Nem tudom, milyen hűtőtök van meg, mekkora, de egy gyönyörű szép hűtő. Elég kicsi, mert hogy apukám az kb. 8 éve vette, és külön fagyasztóval. Jó, hogy külön egy pici hűtő, és külön egy kicsi fagyasztó. Igen. Na, hát ez most egybe lesz, nagy lesz, és nagyon-nagyon szép lesz. Jó? Igen. Nagyon-nagyon köszönjük. Van tesód egyébként, Máté? Kettő is. Igen, idősebbek? Igen. Aha, jól van. Tehát te vagy a legfiatalabb. Hát az nem könnyű sors egyébként. Fiúk, lányok? Hát... Fiúk, lányok? Fiúk csak. Csak, a legkisebbnek lenni két nagyobb fiúval. Minden esetre. Egyik 21, másik 11. Na, jó, van, most kössék fel a gatyájukat, virítsanak most már ők is valamit. Igen, mondd meg nekik, hogy most már ők jönnek. Máté, küldjük neked. Hát igen? A legnagyobb az rapper. Rapper? A 21 éves rapper? Rapper példáját követem én is. De helyes vagy, jól van. Azért annyi szép más foglalkozás is van, nem. Ne tegyél föl mindent erre. Ne tegyél föl mindent erre azért, hát ha talál az ember valami jobbat. Csókoltatjuk anyukádat, Máté, küldünk mindent, és mondjuk, hogy mikor kapjátok. Jó, ügyes voltál. Hát, köszönjük! Sziasztok! Hello! De helyes hogy van öltött? Ez. Igen, na, igen, minden igen. Jelentkezőnek, minden részvevőnek egy taps, cukik voltatok, aranyosak voltatok, nem pityeregni, nem sírni, hogy nem ti nyertetek, ez csak egy verseny, ez csak egy lehetőség. És csak mondom a kedves felnőtteknek, akik a későbbiek folyamán nyerni fognak bármit is a Morning Show-ban, hogy most a kisrác megmutatta, hogy is kell örülni. Igen, ez a minimum, ez a minimum. Igen. Na, elmaradt a játékunk, úgyhogy gyorsan lejátszuk már is. Jó, a kérdés mit mondóra? Visszafelé beszélünk. Részeb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. De vásigyellánk, mi me? Aki válaszol. Halló, jó reggel. Sziasztok, Ital vagyok. Szia, Laci. Hello. Egyetlen egy szólásmondásunk maradt, Laci. Rendben, hallgatom. Bele is vágunk. Jó, úgyis nem tudsz mivel választani, mert pénteken már mindig csak ez marad. Hol szokott lenni a játék? Igen. Most itt a vége felé is mondjátok, hogy könnyebb, maradjon is könnyebb, aztán nincsen gond. Igen, hát úgy könnyebb, hogy szerintem rád a játékosok adja erre. Igen. Na figyelj, mutatjuk. Jó, fél perced van, így szól a szólásmondás. Nyara, intaglach. Na? Intagla, a véget. Aha, intaglach. Nyara, intaglach. Na mi lehet ez? Szólásmondás. Mutassam még egyszer, siess, mert igen. Kivettük a bögrét, figyelj. Nyara,
Az utolsó utáni másodpercben. Azt a mindenit. Azt hittem könnyebben fog menni. Hú, a hén is, de izgulok, mint az állat. Hát jó fej vagy, és őszinte. Megvolt, jó. Izgulok, mint az állat. Öt gyereknek okoztatok most örömet. Na, komolyan? Komolyan, komolyan. Öt gyerek, 50. Úgyhogy a gyerek nap miatt jelentkeztem erre a dologra most. Viszont feltennék nektek most, hogy... Az volt a gyereknapi ajándék, hogy papa játszik egy játékot a Morning Show-ban. Hát, és még azt is megérte, ha nyerek, akkor nincs ékrém hétvégén. Nehogy nem, van csak megetem. Ja. Viszont találjátok ki, hogy én honnan telefonálok, hogyha erre van idő. Hát mondjuk ez így nem könnyű, az egy pár település. Ez egy hosszú találgatás lenne, talán néhányan a végére el is kapcsolnának, igen. Tehát nem mondom, hogy bele tudunk ebbe. Na? Távosz, Bogyám. Jézus már, mondd el nekünk, kérlek. Távosz, Bogyák. Vágyok szovát. Szuper, Laci. Jól van. Oké, küldjük az ajándékcsomagot, jó? Köszi szépen. Ciao. Hello, hello. Köszi, ciao. Hello, hello. Hello, hello, hello. Na jól van, meg vagyunk mindennel. Sűrű a ma reggel. Eléggé kapkodós. Megterhelő. Na jó, hát a tehetségeknek kellett a hely. Igen. Na, ugye ígértük, hogy ma még egy telefoninterjúnk is lesz, mert hosszú-hosszú szervezés után, hát sikerült leszerveznünk Dárdai Pállal egy telefonos interjút. Gyerekek, ebbe beleőszültünk. Igen. Hát nyilván azt szerettük volna, hogyha bejön a stúdióba, és akkor így személyesen tudunk vele beszélgetni, szemkontaktust tudunk vele teremteni, mégiscsak más lett volna a feelingje az egésznek, de vele egyszerűen képtelenség időpontot egyeztetni mostanában. Óriá. Hát nem csak most, a szövetségi kapitányos kora óta próbáltuk, ugye, elcsípni a grabancát. Igen. Igen, hát nagyon nagy meló. Szóval, hogy vele interjút egyeztetni és őt elkapni, az tényleg hetekbe telt, több időpont a változás történt közben. Nyilván hát erről nem ő tehet, hanem körülötte folyamatosan zajlanak az események. Úgy volt, hogy bejön, amit Jani is mond, aztán mégis nem tudott bejutni, forgat, könyvet jelentett meg, elképesztő. Elképesztő, hogy az utóbbi pár évben azért tényleg, hát hihetetlen karriert futott ő be igazából, de most úgy néz ki, hogy itt van. Úgy néz ki, hogy itt van, és tudunk vele beszélni. De már egyébként, igen. Dárdai Pál itt van velünk. Jó reggelt kívánunk. Hello, Pali, ciao. Sziasztok, jó reggelt mindenkinek. Jó reggelt, hello. Egy kicsit hadd élvezzük ki a pillanatot. Egy kis türelmet kérünk szépen. Köszönjük szépen. Figyelj, veled interjút egyeztetni, ott komolyan mondom, nem egyszerű. Te tudod, hogy ennyire nehezen elérhető vagy? Őszinte leszek, és akkor meg fogjátok érteni. Biztos, hogy nehezen vagyok elérhető, de hogyha minden újságírónak és mindenkinek szeretnék megfelelni, minden rádióriportonak, minden televíziónak, mindenkinek fölvenném a telefon, akkor megszűnne az életem. Tehát Németországban is úgy van, kapnak 15 percet edzés után a úgynevezett sajtó tagjai, utána minden héten van egy sajtótájékoztató, és egy hét megybe kétszer beraknak egy ilyen nagy interjúra, azt végigcsinálom, és akkor végig, utána nem veszek fel telefon. Tehát elkezdeném azért, mert most én nagyon szeretem a műsorotokat, és most akkor én nagyon rendes vagyok veletek, és föl fogom venni a telefont, és megcsinálok mindent, akkor mondom, hogy ez mindenkinek meg kell csinálni, mert akkor sértődés lesz. És így ez miatt egy kicsit így el vagyok határolódva, meg nem is férne bele, mert az agyam kizakadna helyéről. Tehát annyi koncentráció, hogy mindig figyelni, hogy mit mondasz, nem mondasz butaságot, főleg itt Németországban is, nem olyan egyszerű. Érzékenyek a németek egyébként? Tehát nagyon kell figyelni, minden szavadat utána kiforgatják, vagy kiforgathatják, ha olyat mondasz? Ez otthon is így volt régen, tehát ezek olyan dolgok, hogy ez így van, egy rossz mondat, és valamelyik játékos megsértődik, abban a pillanatban már baj van. Tehát én úgy vagyok vele, hogy mindig koncentráltam, mindig azt vállalja el az ember, amit meg tud csinálni, és ez így nem fér be. De az igazság, hogy amikor válogatottnál voltam az edző, azt úgy szépen megértették a magyarok, akkor azon mentem egyszer-kétszer egy ilyen nagyobb körnek, tartottam mindig egy sajtótájékoztatót, és akkor így ebből lett egy egészséges adok és kapok. Most egy kicsit nehéz, aki kijön magyar, és eljön egy sajtótájékoztatóra, vagy kijön és megnézi a mérkőzésünkben, azoknak mindig adok egy kerek órát, és utána tudnak velem bármit csinálni. Tehát én ugyanúgy rendes vagyok a magyarok, csak ők nekik kell kijönni. Aha, de mondjuk ezt abszolút megértjük, mert nekünk hét mondatonként kell magyarázkodnunk mindenért. Ez igen, amit mondtál, és ez itthon is így van egyébként, igen, hogy mondasz bármit, utána másnap valami egészen más látsz az újságokban. Na, kezdjük talán a legaktuálisabb dologgal, ha már itt tudunk veled egy kicsit hosszabban beszélni, hogy életrajzi könyv jelent meg rólad a napokban, és ahogy olvasom, a feleséged
is átnézte a kéziratot. Mi megkaptuk ezt a könyvet, sajnos kicsit késve, tehát az egészet én még nem tudtam elolvasni, de belolvastam. És azt látom egyébként, meg amit én érzek ebből a könyvből, hogy ez egy nagyon őszinte, szókimondó, és az életed minden apróbb titkát felfedő könyv. Jól érzékeltem abból, amit én beleolvastam, vagy amit elolvastam? De többet olvastál bőle, mint én. Ez, igen, ez is van, ez lett volna a következő kérdés, amit azt is olvastam, mert hogy te majd a Balatonon fogod elolvasni, ha lesz időd a saját könyvedet. Ez menő. Van, én voltam így a saját könyvem, mert nem tudtam, hogy mi van benne. Én hát ezek gondolom az én szavaim, mert megbízható író írta a könyvet, a Pics Tibor, tehát megbízható, a feleségem folyamatosan leellenőrizte, hogy tényleg az én szavaim. Tehát ilyen szempontból ők már tudják, hogy mi van benne, van egy pár ember, aki már elolvasta és véleményt mondott, én még nem olvastam, én nekem még egyelőre nincs rá időm. Jövő héten hazamegyek egy hétre a Balatonra, és akkor ott el fogom nyugodt körülmények között, remélem, süt a nap, szép a víz, és akkor ott a fürdés, meg a jó kis fröccs, meg a napozás között ott akkor elolvasom a könyvet. Hát ha nem ismernek meg két percenként, és nem megy oda valaki gratulálni. Ja, paralán mögött olvas majd. De akkor az őszintesség az igaz, ugye? A könyvvel kapcsolatosan is, amit Balázs kérdezett, meg hát állítólag te legendás vagy erről, hogy nem nagyon kertelsz, és a játékosoknak is mindig mindent megmondasz. Így van, én úgy gondolom, hogy tehát ha egyenes vagy, és elmondod a véleményed, ez barátságban is, ez munkában is szerintem sok előrébb vezet, mint hogyha az ember nem mondja meg, elhuncsúnyol hátra mögött oldalról. Én mindig megmondom, azért mondom, mert én is elvárom, hogy nekem ugyanúgy mondják meg, amit gondolnak. Én azért nem haragszom, most lehet puffogni egy napig, engem is, ha úgy érzem, hogy megbántanak, akkor lehet, hogy mérgelődök, de másnap ugyanolyan barátok vagyunk, és megyünk egy irányba, vagy ugyanúgy egy cél érdekében dolgozunk. Én szerintem az nem működik, hogyha az ember hogy sunyog, meg nem mondja. Én ilyen voltam játékosként is, edzőként is ilyen vagyok, a játékosaim is hozzászoktak mind a válogatottnál, mind itt a Hertánál. Ez, hogy az elején ez egy nehéz dolog, mert legtöbbször csapat előtt beszélünk meg mindent. Ugye megvan, hogy hol a határ, hol lehet határ, tehát nem sértek, és van, nem sértek meg senki. Nem mondom egy játékosra, hogy nem tudom micsoda, tehát értelmes mondatokkal, csak megvan, hogy mi a kritika része, mi a motivációs része. És én ezt ugyanúgy elvárom másik oldalról is az emberektől. Mm-hmm. Azért próbáltam olyan könyvet meg, ha már valamit írunk, akkor azért írunk, hogy valamit csinálunk, hanem akkor az ember őszinte, aztán aki ebből tud meríteni motivációt, akár fiatal futballisták, akár az élet során emberek, akkor azok annak örülök, ha valami nem tetszik, akkor ezt is meghallgatom, aztán ennyi. Na, akkor, Pali, nem korai szerinted még egy ilyen életrajzi könyv? Megmondom, azért nem korai, pontosan azért, mert annyian telefonáltak, annyian beszerettem volna már megint, de már 5 éve nyúzzák a fülemet. Hát, az újságírók meg, az írók azok ilyenek, főleg a sportújságírók, ők nagyon szeretnek gyorsan írni valakiről egy könyvet, ha sikerek. Így van, így akkor ez le van tudva, meg van csinálva, nyugodtan most a következő 20 évben dolgozhatok, hogy most sikeresen vagy nem az a jövő titka, hogy most gyerekekkel vagy felnőttekkel az a jövő titka, de most nyugalma van, tehát mindenki Pécs nagy. Azt nem is tudtam egyébként, hogy te Németországban rokonnyugdíjas vagy, számomra ez most derült ki. Hogy... Ezt most ne úgy számoljátok, mint a magyar, tehát én kapok egy a német állami biztosítót, van egy összeg a jobb bokára, mert már alig bírok menni. Tehát én sajnos 40 éves vagyok, de én menni alig bírok, annyira fáj a jobb okám. Van, hogy reggel fölkelek, azt akkora, mint a fejem. Igen. Mindenkinek megvan a keresztje, nekem ez jutott, hogy a lábaimat szétfotiztam, úgyhogy ez elég a gyógyszerekre. A leghűségesebb csapattársad volt a Financial Pita, ahogy olvastuk. Igen. Na, az egy érdekes dolog egyébként, amit említettél például ugye a Hertánál, hogy tulajdonképpen te pszichiáter is vagy, és azért ennek a lélektana érdekel engem baromira, hogy ugye itt 20-30 felnőtt férfit kell neked terelgetni, kezelni, berakni a kezdőbe, megmagyarázni dolgokat, ki van kispadon, ki nincs. Tehát ez egy komoly pszichológiai felkészültséget is igényel, nem? Mert az emberek azt úgy képzelik, gondolom, hogy foci edzőt sokszor, hogy te játszol, te nem játszol, mindenki elfogadja a sorsát. Hát azért ez nem így van. Ezeknek a fiúknak van lelke, ezeket a fiúkat ápolni kell lelkileg, ezért ez nem egy egyszerű feladat. Nem egyszerű, de ez több mint 30, mert az egész stáb is hozzátartozik. Tehát az edzők, a fiziók, a doktorok, tehát ennek mind te vagy a felelőse. Neked kell őket motiválni, neked kell figyelni, hogy most jól dolgoznak, nem dolgoznak, mit kell tőlük, hol a határ, szólni, nem szólni. Nem egyszerű. A profi az meg extra eset, nagyon nehéz, én szerintem. Én mindig magamból indulok ki. Tehát én tudom, amikor beállt egy csapat elé, amikor a magyar válogatott elé beálltam, akkor egyet fújtam, és így gondoltam, na most azt gondoljátok, hogy na mit akar, milyen okosságot akar mondani. Mindig így indulok. Profi, na mit akar tőle, mindent tudok. Tehát a profi az azt gondolja, hogy mindent tud. És ugye ezt nagyon nehéz akkor megmagyarázni, hogy nem biztos,
és hogy mindent tud, ezt úgy előadni, hogy meg is csinálják, ez nagyon nehéz. És én próbálok olyan stílusba viselkedni, amit én is elvártam volna mindig az edzőimtől, és valamilyen szinten eddig vevők voltak rám a játékosok, én ezzel nem is szeretnék visszaélni, én attól lettem sikeres, mert a játékosok jól játszanak, és ilyen szempontból minden neki köszönhetek, az orvosok meg a másik oldala, hogyha hittek a játékosok, a jó tudok dolgozni, és akkor ezt én mindenhol el is mondom, hát én egyedül nem tudok sikeres lenni. Tehát, hát a csapatmunka, persze. Na jó, de ennek az a lényeg, hogy az egyének is érezzék jól magukat a csapaton belül, mindenkinek legyenek gátlások, tehát a gátlásos ember, az avart ember, akinek gátlások nem tud teljesíteni, és ha ezeket föl tud oldani, úgy viselkedsz, akkor már rájön egy 10-15% plusz, és ugye ettől a 10-15% plusztól vagy ott, hogy lehet, hogy ki tud a manuszokból a maximumot hozni. Most itt más a Hertánál, mert ugye ebbe az évben fölmentünk a nulláról 100%-ra, és szépen biztos is estünk, ami törvényszerű, és az utolsó hónapban, tehát én is oda jutottam, hogy nagyon sokat tanultam az utolsó 5 hét, annyira gyorsan mentek ezek a vereség, hogy ezt a féget behúzni és változtatni, tehát az én karrieremben játékosként nem volt ilyen zsinórba ennyit veszíteni. És az utolsó héten én is olyan dolgokat csináltam, amit még soha játékosként, soha edzőként, új dolgokat, és bejött, tehát a praxisomba be tudok tenni megint tapasztalatba egy nagyon komoly dolgot. Nyilván az ember egy csomót tanul, persze. Az igaz, hogy amikor téged megválasztottak edzőnek, akkor az első napra, most a magyar válogatottra értem, hogy eljátszottál velük egy hófehérkét és egy piroskát, és mindenki kapott egy szerepet, és akkor a Gyugyi meg a Szalajár nem ott rohangáltak. A Gyugyi volt a piroska. Piroska, mint a farkas? Ez egy pszichológiai játék, hogy megnézél bizonyos dolgokat? Még egyszer mondom, ezt ugyanígy itt a Hertánál is megcsinálták. Azért megnéztem volna az arcokat az első este, amikor ezt így benyomtad. Most azt képzeljétek el, amikor bemész egy csapat elé, hétfőn, és szombaton Romániába kell játszani, igaz? Senki nem ismer senkit, új ember, új vezető, új játékosok, volt a játékos, aki ugye előtt nem volt válogatott, és így tovább. Na most mi történik, hogyha gátlás van, feszülés van, tehát hogyha abból mi, hogy lesz teljesítmény 5 nap alatt? Itt nincs 6-8 hét, hogy te majd akkor majd összejövünk, meg elmegyünk egyet, majd mit tudom, hogy csapatépítő tréningre, persze. Iskola, felszállunk a buszra, jó kirándulás, jó, mert vigyeljünk, hogy erre nincs idő. Már egy ilyenben az elején azt gondolják biztos, hogy na mi a ilyen hülyeséget akar az edző, és akkor ebből olyan jön ki, hogy azt hittem, hogy lefekszem, amikor a fiatalok olyan ófejérkés héttörpét csináltak, hogy a Nemzeti Színházban a musical megirigyelte volna. Úgy be voltak öltözve, kompjúterre csináltak, tehát egy komoly előadás lett, meg is ijedtem, mert túl komoly lett. Látszott, hogy milyen profi, hogy akarnak mindenki, az idősebbek, ugye, a Gyugyék. Na de Gyugyi volt piroska, tényleg? És mi van akkor szarazban Gyugyika? Csak hogy értsük a hallgatók, hogy ez arról szól, hogy megnézd, hogy ki az, aki vezető egyéniség, ki az, aki lázad, ki az, aki rombolja hangulatot, gondolom, ezek figyeled ilyenkor, nem az a lényeg, hogy Gyugyi milyen piroska. És ott kiderült abban a pillanatban azért a Balázsról is, hogy jól döntöttem, hogy jól lett a csapatkapitány. Mindenki lealcsonyult, visszament ilyen, hogy mondjam neked, óvodásnak, és olyan jól éreztük magunkat, a Király Gabi volt a nagymama, azt hittem, hogy olyan hangulatban mentünk ki ebből az első napból, hogy másnap a reggel ez, és mindenki úgy állt ott, mint hogyha 30 éve együtt dolgoznánk, és elmész Romániába, és senki nem szart a gatyájába, hanem tudta hozni azt a nagyon fontos pontot, mert igazság szerint ez egy guillotin volt, ugye? Betettem a fejemet a fiatal edzőként, olyan történetben, ami nagyon nehéz, de a srácok megmentették, de ezt össze kellett hozni pillanatokon belül. Három jegyet félre tudnál tenni a következő előadásra? Megnéznénk. Ezt nem lehet olyan gyorsan ellőni, tehát ez most nem lesz nagyon sokáig. A Hertán is ott ellőttem. Mondjuk a Hertás arcokat is megnéztem volna azért, amikor azt mondtad, hogy a gyerekek ma piroskát és farkas játszok. És ilyenkor állsz a terem szélén, és tényleg nézed az embereket, hogy ki az, aki húzra egyéniség, ki csapatkapitány, ki vezet, ki lázad, ezeket figyeled? Ezeket én élesbe figyelem, mert látom egyből, hogy ki az, hogy most ezen most behúzod, megsérdődöm, és mi rossz van ebben? Sem. Hát én például idén csináltunk egy olyat, a rosszul kezdtük a téli kört itt a csapattal, és kitaláltam, hogy akkor az egyik meccs után tök mindegy, hogy sokat x-eltünk, nem kaptunk ki, sokat x-eltünk, kevés lett a pont, és utána kitaláltam azt, hogy akkor mindenkinek pont a farsangi szezon lejárt, meccs után a vonzó, meccs után öltözőbe rendeltem egy diszcsokét, kaját, mindent, és csak a csapat a feleségeket, mindenkinek be kell öltözni farsangi szerelésbe. Hát ha láttatok még sztárokat jó buliba, és hogy jól érezzék magukat, és hogy kikapcsoltak, és utána 5 meccsből 4-et nyertünk.
megint följöttünk. Utána jött ez az utolsó hét, hogy mindenki elment a válogatotthoz, ugye mindenki belegondolt, hogy hú, most ebből lehet Champions Liga, na és ezt nem tudtam utána helyre tenni 5 hét alatt, mert visszajött mindenki, és a nagy akarásnak olyan nyögés lett a vége, 3-4 hét. Ráfeszültek, azt mondtad, hogy kipukkadtak, az olvasom azt az interjút, hogy egyszerűen nem bírták már a terhelést idegileg, tehát kidurrant a lufi, igen. Vezetünk 1-0-ra, és onnantól mindig vezettünk 1-0-ra, és onnan esett össze a meccs. Nem fordítva, hogy most akkor már mindenül, vezette 1-0-ra, és abban a pillanatban elvágtak volna valamit. És akkor az utolsó héten ott már nem volt piroska, meg a farkas, meg nem tudom, ott komoly szakkönyvekbe bújtam, pszichológia, ott sportpszichológussal értekeztem, és abban tudtam egy nagyot húzni, és megforgattam, és ebbe is lehet bízni, az komoly dolog. Az első az a vicces része, ami nagyon fontos szerintem, a másik meg az, ami a szezon végére jött, az meg a komoly. De az egy edzőnek nincs patronja. Tehát, há, hogy nem. Piroskát csak egyszer lehet. Nem jöhetsz mindig mi dolgokkal. A színi előadások azok beöltözősek? Tehát a Király Gabi lecserélte otthonkára a nagymama szerepére a melegítőjét? Ez mindig be van mondva, egy kötelező jelmezés. Mindenkinek meg kell Ugye egyébként pletykára reagáljunk, hogy mi igaz a Gyugyi hozzátok igazolásával kapcsolatban? Mit mondhatsz erre, vagy mondhatsz egyáltalán bármit? Először is én tavaly nagyon szerettem volna. Idén nem tudok még egyelőre mit mondani, mert tavaly meg lett volna az a lehetőség, hogy ő talán meg tudjuk fizetni, de na mindegy, nem jött igazán össze, tényleg nem jött össze, ő is szerette volna, de nem tudtuk, mert ugye tehát nálunk idén is csak egy-két játékosnak jár a szerződése, tehát fogalmam sincs, a Hertának nincs pénze, én azt tudom, hogy nagyon jó futballistának tartom, én nagyon értékesnek tartom a ballábát, és igazság szerint én bármikor szívesen dolgozom vele. Azt nem tudok semmit most kifelé mondani, meg ígérgetni, mert butaság, tavaly elmondtam, hogy szerettem volna. Idén még nem tartunk ott, na most zártuk le a szezont, most voltak egyéni megbeszélések, tehát ez egy nagy kör, főleg itt a Bundesligába, és mivel hogy itt ugyanilyen licenszek vannak, nem mondhatom, hogy ide akarom hozni, aztán ki tudja mennyi az ára, tehát én nem szeretek pletykálni. Persze, jó, csak nagyon sok hallgató kérdezi, azért kérdezem. Meg az érdekes, hogy azt mondod, hogy a Hertának nincs pénze, nyilván te tudod, hogy mennyi pénze van a klubodnak, de hogy pont arról lehet olvasni, hogy soha nem volt még olyan magas a költségvetésetek, mint mennyi a következő évadban lesz. Ez valaki rosszul fordította szerintem, mert az én tudomásom szerint majd az évek alatt szeretnénk, 4 év múlva szeretnék ezt elérni, és ez egy új dimenzió lenne, és tehát föl van építve, ha így szerepelünk, mint most. Tehát nem tudsz egy jó német tolmácsot? Igen, valamelyik bulvár újságírónak vegyél már, vagy szerezzünk már egy német tolmácsot. Ez itthon már úgy fordították, hogy jövőre már nem tudom hányszoros a Hertha költségvetése. 100 millió eurót költhettek. Igen, tehát ez így jött át. Hát, ha annyit költhetnénk, akkor nagyon boldog ember lennék. Hát annyit csak 20 év alatt. Akkor még Gyuri jobb lábát is megvennétek, nem csak a bal. Igen. Mit szólsz az EB-hez? Olvasom, hogy szakkommentátor leszel az EB ide alatt itt Magyarországon? Hát ez tök jó. Nem, én kiutazok, tehát ki leszek. Ja, ki vagy, hát igen, tehát hogy tulajdonképpen de nekünk lesz ez szakkommentátor kint vagy az EB-n, igen. Igen. Amikor ezt így figyeled, akkor így milyen érzések kavarognak benned? Arra gondolok, hogy amikor ugye te futballoztál, akkor még a magyar foci nem tartott ilyen szinten, és hát többek között például te egykori társad, a Király Gabi, akivel te együtt kezdtél, ő még ugye még mindig játszik, és ő most, ha minden igaz, akkor lehet, hogy kint is van az EB-n. Fura ezt így látni, vagy vegyes érzelmek vannak benned? Nincsenek vegyes érzelmek, én a Gabinak nagyon örülök, hát hiszen én raktam vissza a kapuba, mert őt már ugye szó szerint elfelejtették, mert kapus edzőként írták fel a listára, hogy abba gondolkoztak, én mondtam, hogy nem, én a Gabival már dolgozni szeretném, mert tudom, hogy mit tud. Tehát én vele nőttem együtt föl, ugye egy korosztály vagyunk, sokat voltunk egy szobába, sokat játszottunk egy csapatba. Én nagyon örülök neki, meg azért örülök neki, mert egy igazi példakép. Tehát ha valakire föl lehet nézni Magyarországon, akkor az ő. Tehát ezt úgy kell nézni mindig a motivációs részét, hogy miért vannak a sztárok. Hát a sztárok vannak persze, de alulról, akik föl akarnak menni, azoknak könnyebb elérni a nagy dolgokat, hogyha vannak ilyen játékosok, mert van kire fölnézni, megfogható, a Király Gabi megfogható. Most a nagy nevet mondok a világból, az nagyon messze van egy magyar gyereknek, de a Király Gabi egy komoly sztár, egy komoly karakter, és föl lehet rá nézni, és igenis egy magyar kapus oda el tud jutni, ahova ő eljutott, és ez egy nagyon-nagyon nagy motiváció, és éppen ezért szurkolok neki, hogy maradjon egészséges, tudja lejátszani ezt a EB-t, hogyha most elhozták, hogy egy fiatal kapus egyszerű, az is szép dolog, mert ugye a jövőre is kell gondolni, de én nagyon szurkolok neki. Hát kíváncsiak vagyunk. Sokan kérdeznek arról, hogy mit vársz a csapattól, vagy hogy milyen eredményt tippelsz? Tovább lehet jutni a csoport, gondolom azért ezeket is sokan kérdezik, nem? Én azt gondolom, hogy nekünk magyaroknak, mivel ugye
most legyünk nagyon őszintén, ha nincs a Platini, akkor most nem vagyunk kint. Ha nincs csomó minden, akkor nem vagyunk kint, most kint vagyunk. Én azt gondolom, hogy minden gólnak, minden megnyert párharcnak, mindennek örülni kell, ami pozitív. Mert ezt tovább kell vinni. Ennek az a lényege, hogy nem is tudjátok szerintem ott otthon olyan, tehát mindenki fogja nézni a meccseket, az is, aki lehet, hogy életében nem látott meccset ilyen sorsátrakba, és így tovább. Ebből lehet egy olyan szép pozitív történet, hogy az első bajnoki fordulókra megint ki akarnak majd menni az emberek, és ha ki akarnak menni, akkor ott kell a sportvezetőknek nagyot lépni, hogy abban a stadionban hogy szolgálom ki az ember, a játékosok hogy fognak szaladni, hogy jövő héten megint visszamenjenek, mert ez föl kéne egy kicsit, mert én nem akarok megbántani senkit, de oda jutottunk, hogy a focin átlag nézőszám annyi van összesen, mint a kézilabda fordulóba. Ez nincs rendben. Ez nagyon nincs rendben. Ezt pozitív módjára kell fogni. Én azért vállaltam ezt a tévés dolgot is, mert én szerintem, hogyha az ember pozitívan nézi a dolgokat, és nagyon sokan fogják nézni, és tényleg azt ragadja meg, ami olyan, akkor én szerintem ebből egy nagyon szép történet lehet összerakni hosszú távra. Hát mondja meg, egy ilyen közös siker azért az ránk félne, tehát újra a magyar válogatottnak rukkolni egy EB-n, hát ez, ahogy mondott, szerintem az is fogja nézni, aki egyébként nem néz focit, vagy kiábrándult a fociból, vagy az elmúlt 25 éve nem nézett magyar focit. Azért ez nagyon nagy dolog. Na, hát nagyon örülünk, hogy tudtunk beszélni veled, szerintem sok mindent érintettünk igazából. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. És hát sok szép emléket, munkát, évet kívánunk még neked, aztán reméljük, hogy valamikor majd személyesen is ősszel, vagy valamikor be tudsz hozzánk jönni. Jó, olvasd el a könyvedet, egyébként egész jó, én beleolvastam, olvasd bele, jó dolgok vannak benne, jól írsz, jó a könyv, én szeretem. Is élet inspiráló. Szerintem olvasd el a Balcsin, tényleg jó. Várjál, mert az edzői pálya az olyan, hogy lehet, hogy 6 hét múlva lapátra tesznek, tudjátok, hogy gyorsan megy a kerék. Akkor jövök, majd jövök sűrűbben a műsorba, jó? Vali, hidd el, hogy ezt az érzést mi is ismerjük, hogy az ember egyszer csak nem kell és lapátra teszik. Ez a kardesz felettünk is lóg azért nagyon hosszú ideje. Igen, de nektek legalább volt egy-két Jancsi és Juliskátok, Piroskás a farkasatok, nálunk még az sem volt. Igen. Vali, nagyon köszönjük, nagyon kedvelünk. Vigyázz magadra. Köszönjük, jó munkát, jó pihenést. Dázai Pálnak, köszönjük szépen. Jó, de kétszer kaptunk pizzát, na? Mondjuk az is igaz. Akkor meg. Így van. De szánkozni nem vitte kell minket. Palin azért, hogy megnyomsz egy gombot, meg vagy, nem? Aha, igen. Szeretem, hálás riportalan egyébként. Nyomja. De nagyon szeretem az ő mentalitását, a gondolkodását, és mindent, ahogy ő ezt az egészet felépítette, elérte, hát, és hogy ő azért csodát varázsolt, az elképesztő. Ez nem? Hiányzik szerintem. A Hertánál is, a magyar válogatottnál is, hát az egészet azért őszedte rendben, még az nem is akárhogyan. 3:49 lesz, 5 perc múlva jövünk mindjárt Ákos híre után. If you feel the falling, won't you let me know? Oh, 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 oh. If you love me, jó, nyomom. Én megállom a végét. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Komolyan mondom, ilyet én is tudok. De tényleg, miért nem adunk ki egy dalt? Tehát ezt én is el tudom játszani hárfán farpofával. De tényleg. Tehát igen, ez, de ő elsőre tudta ezt eljátszani. Simán, gyerekek, adtok most egy balalajkát, ezt felnyiválkolom. Jaj, nektek. De jó, hogy a kis tehetségkutatónkon nem indulhattál. Mert már túl koros vagy, mert annyira behúztad volna az 1000 jégkrémet. Milyen lett volna, ki meg budirít? Hello, én vagyok. Egy Ed Sheeran számot szeretnék elkornikálni. Hát, ahogy ő ezt itt vernyog, nekem nem érdekel, hogy mi baja van. Ne szabadítsa ezt a világra. Pénteken reggel érdekel. Nem nekünk elég bajunk. Hát nézze meg mindenki ezt az országot. Nincs itt elég baj. Hát nem érdekel, hogy neki meghalt a macskája, elhagyta a felesége. Mitől? Nem érdekel. És ha kettő egyszerre? Tessék? Kettő egyszerre. Akkor minden meg van bocsátva. Még kell kínozni az embereket. Fogy a magyar, és akkor még ez is. Hát elmentek ebből az országba 800 ezerrel. London a 6. legnagyobb magyar város. Nincs elég bajunk. Ez meg itt ne érted. Mi vákol? 3000 ték hiányzik, ez meg. Ennek nem is eszem. Hát nincs elég baj a magyarnak. Mutasd még egyszer. Jó. Kicsit számítógéppel utána húzogatjuk a potikát. Na, ez jó. Jó lesz, élőben ne hagyd az valamit. Sheeran. Hát ugye a nevében. Ne hagyj azt gondolod, hogy sokkal jobb. Ja, Istenem, trafi az M3-as autópályán a 204-es kilométernél. Úgyhogy vigyázzon mindenki. M1-esen Korza ütközött egy kocsinak,
egy útkezelő autónak ráadásul a 150-es kilométernél Hegyeshalom felé, ott is torlódás várható. Fülöpszállási vasúti átjárom 3 kamion koccant, a forgalmat rendőr irányítja, ez az 52-esen van, és a Gyömrői úti vasúti átjáróban a gyógyszergyárnál befelé karambol nagyon nehéz átjutni, alig férnek el az autók. Ezt is SMS-ben kaptuk. Érdekes a Dárdai könyv, egyébként beleolvastam tényleg, és írja, hogy ő egyszer arra gondolt, hogy majd valamikor 100 éves korára megkapja a Hertát, és valamikor majd valamilyen kis szertár igazgató lehet a magyar válogatottnál. Ő nagyjából így fogalmazta meg a saját vágyait. Erre egy éven belül ugye két olyan dolgot kapott a nyakába, amitől más normális emberem, hogy összeroppan, azt, hogy köszönöm, ez nekem túl sok. Megkapta a magyar válogatottat, megkapta a Hertát egy vagy másfél éven belül. Ja. Nem biztos, hogy az időrendet egészen pontosan mondom. És ő a könyvében leírja, hogy erre akkor gondolt, hogy majd, ha 70 éves lesz, és olyan gyakorlat lesz, és majd talán egyszer valaki felkéri, hogy figyelj, vidd azt a 3 zsákot ki a magyar válogatott edzésére, és azt nyilvánosan elvállalna. Erre jött két telefon, hogy akkor ide is be kéne ugrani, meg oda is. De komoly. Sűrű éve. Nagyon jó a könyv egyébként. Mondjuk ez nem azért volt, mert nem volt önbizalma, csak így legalább nem érhette csalódás. Igen. Nem bizalma van, de szerintem kell is, hogy legyen. Kell, szóval az, hogy te tudd a saját képességét, ki mer mondani, hogy ebben vagy jó, ez érthetsz, és ezt te meg tudod csinálni, és elvállalod, de soha nem nagy képesség. Jó, mondjuk, hogy a Bundesliga-ban szocializálódott, ott hogy nem lehet. Muszáj volt vállalni, igen, hogyha mész előre valamibe. Főleg gyűjtmentként. Igen. Na, mutatjuk a hármas ugrást, jó? Figyeljetek, nem lesz nehéz. Szerintem pont elég volt. Ez jó. Ez, na, ez könnyű. Ilyen könyvekre gondoltunk. Nem most még a végére is egy sírent. Jó. Jó. Ezt is megírhatjátok. Azt hiszem, én szóval fölsírok. Nézzétek meg, jó? Vagy nem nézzétek meg, hallgassátok meg. Ugye sok vád ér bennünket, hogy nagyon nehéz árosugrás, és aki nem ismeri ezeket a tusztus zenéket, nem tud bejutni. Úgyhogy most könnyítettünk, hosszabb dalrészletek lesznek. Ráadásul ebben aztán tényleg minden van. Tehát ahova az, ja nem mondom el, szóval ahova még ő is befér, vagy ők is beférnek, az tényleg, tényleg széles a merítés, úgyhogy könnyű kitalálni. Jó, de hosszabb részleteket fogunk mutatni, hogy tényleg másnak is legyen esélye bekerülni a hármasugrásra, csak annak, aki nagyon ismeri ezeket a zenéket. Jó? Aztán majd a kérdésekön úgyis elvéreztem. Aztán majd Jani úgyis kicsinál benneteket, persze, az meg a másik. Ezerszer mondtuk, internetet szabad használni, nem tiltjuk. Nem. Be van készítve szépen. Pikpak alatt ki lehet egyébként így is találni a kérdéseket. És én úgy vagyok vele, hogy önmagam az is tökő dolog, hogyha rákeresnek, mert akkor megragad. Ez most hogy jön ide, mert én a zenékről beszéltem, hogy azok a nevek. Hát ő már a kérdésekről. Igen, mert tovább fűztek egy gondolatot, ja, és én azt a gondolatot leestem. Is beleszámoltam, csak mert ugye ez az én gondolatom volt, nem mindig veszed ezt ilyen. Kicsit átugrasz. Nem szokott érdekelni, azt kell mondani. Leestem erről. Tudod, hogy azért így beszélek, ha valaki kopogtat a fejem. Igen, látom, hogy beszéltek, de csak azt látom, a szátok mozog. Ilyenkor mindig zabolt a szemiszom valamit, utána újra elkezdek beszélni. Pontosan mit mondtok, biztos, de hát azért mindent én sem hallatok. Szabad ne feled, Balint, gondolta magának. Na, péntek van. Ez pedig azt jelenti, hogy eljött az őszinte kérdések és a majdnem őszinte válaszok fél órája. Már 9 óra íván, sűrű volt, gyerektehetségkutatóás, jégkrém, hűtőkiosztás, Dárdai interjú, mindenen túl vagyunk. Viszont most szeretnénk nektek egy kicsit segíteni, úgyhogy tudjátok, mi a szokásos forgatókönyv, ha bármi nyomasz benneteket, érdekel, vagy csak kíváncsiak vagytok rá, akkor ez egy ilyen interaktív, beszélgetős, kérdez, felelekes kis fél óra, ami rólatok szól tulajdonképpen. Ezt a péntek utolsó 20 percet, ezt mindig nektek hagyjuk meg. Jó, bármi. Ha van kérdés, küldjetek el, de nem győzzük hangsúlyozni, hogy ne akkor, amikor meghalljátok, hogy válaszolni kezdünk. Mert akkor elkezdenek közeledni a kérdések. Akkor már nem látjuk. Tehát előre megnézzük a kérdéseket 8 óra, 9 óra között, meg a hírek alatt, az első zene alatt, de fél tízkor már nem. Tehát özönlenek a kérdések, abban már nincs ember, aki válogat. Most tessék kérdezni. Jó? Most. 4 perc, pontosan 9 óra, Ákos elmondja a legfrissebb híreket, aztán jövünk a hírek után. És most folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. De erről egy síren. Ez az, nem. A egy síren, mert profi vagy. Magasabban. Ez az. Na, most már kiúszhatod. Fáj, mikor fölmegy. Igen. A francia nyelvterületeken Billy Jean. Billy Jean. Jól hoztam a Jackot? Jackot is jól hoztam. Nem. Ugye? Igen. Jó, Istenem, gyerekek, péntek van, hát azért ennek örülünk, egy picit péntek van, mégiscsak péntek. 30 fok!
Emlékeztek arra, hogy 4 vagy 5 évvel ezelőtt volt egy ilyen nyár, ami 1 hét meleg, 1 hét zivatar, és most, mintha ugyanez lenne, hogy 1 hét kánikula, utána 1 hét hidegfront. És pár évvel ezelőtt azon gondolkodtam, hogy volt már ilyen. Uh-huh. Amikor tényleg arról szólt a nyár, hogy rengeteg eső esett, nem volt hosszantartó kánikula, és aztán kezek ismétlődhetnek, és állítólag most is egyre több olyan előrejelzés van, ami arról szól, hogy ilyen nyarunk lesz, hogy nem lesz most ez az 4-5 hétig tartó folyamatos hőhullám, hanem ez a hidegfront, melegfront váltakozik, 1 hét jó idő, 1 hét eső. Ezt olvastam pont most, hogy most nem kell arra nagyon... Meleg lesz, csak többször lesz megszakítva egy-egy hidegfronttal. Ha ez tényleg ilyen ciklikus lesz, akkor csináljuk azt, hogy akkor, amikor rossz idő van, azon a héten vagyunk, és akkor jó, időn, akkor jó. Egy-egy szabi. Jó. Jó, beszéljük meg, Mr. Megmagyaróval. És ha véletlenül elrontjuk, és még a rosszon is nem vagyunk, hát bocsi. Hát most nem, akkor becsúszik akkor két hét ilyen kis málőr. Nincs az a baj, a kicsit visszahűlt, de azért nyáron ez szakadó eső, ez nem biztos, hogy annyira jó. Na, gyorsan egy-két közlekedés hír. Hanem, ha nincs ellenetekre. Nyugodtan tolja, nyomja, segíts az úton lévőknek, adjál nekik információt. Hát csak egy-két fontos. Villan a Vaku Balatonboglár és Balaton Összött között. Most van a 10 éves évfordulója? Igen, valószínűleg fotózkodnak. Azért villan a Vaku? Igen, flatai fotózkodnak az összödi táblán. Igen. Összöd, nem összöd. Te nem kapsz mást, ugye? Készülnek a fotók az emlékkönyvbe. Az egy érdekes történet egyébként. Igen, de most ebben nem menjünk bele, van egy gondunk. Jó, van egy zselékbaj. Bali, tartsd a szád, van egy zselékbaj. Van egy bajunk így. Nem akartam kint a pantolatban leszésem. Csönd! Zelét! Inkább tolj egy ecsirent. Inkább told a közlekedési infókat. Ecsirent kicsit elfáradt. Azért érted, most már legalább tudod, milyen élőben. Győrőjúti vasúti átjáróban a gyógyszergyárnál befelé karambol. Nagyon nehéz átjutni, alig férnek el az autók. A karambolos kocsi és a kamion mellett Detti küldte nekünk. Köszönjük szépen. Tolcsván 37-esen van egy trafink, és sétál egy gólya leállósában az M1-es 73-as kilométerénél. Bátor gólya. Bátor kis gólya. Úgy oda leszállogatott, és ott sétálgat csak úgy az M1-esem. Na, jöjjenek akkor a kérdések? Hadd szóljon rá! Tessék! Azt mondja, hogy Balázs most mentette meg a nyarunkat, évek óta figyelem, ha Balázs megjövendőli, hogy sokszor lesz rossz idő nyáron, azt hosszú forró nyár követi. Tehát most én ezzel megmentettem, mert én most ezt jövendöltem, hogy, hogy most ez lesz. Nem, tényleg ezt komoly honlapokon ezt olvastam. Komoly honlapokon ezt olvastam, hogy most ez lesz. Na, nézzük akkor a kérdéseket, jó? Hát akkor hajrá! Felkészültem, kihúzom magam. Húzd ki magad. Én hátra dőlök. Kérdés-válasz rovatunk az érdekelni. Vagy érkeztünk. Azt mondja, most már ti is lágerrádiósok vagytok, fogjátok játszani a Kicsi gyere velem rózsát szedni című notát, kérdezi. Mi fogjuk énekelni Janival. Igen. Ezt Jánosék fogják. Igen, de meg korban már ez nekünk áll jól. Tehát te még fiatal vagy, te egy sírent énekelsz, mi lesz viszont minden. Akkor... Lesz minden, nők szívében fogunk lakni, megkérjük majd ősnet, hogy nézzen le ránk az égből, minden tom. Igen, egyébként nem vagyunk slágerrádiósok, tehát hogy maga a rádió az most legjobb tudomásunk szerint, hát ugye Klassz FM marad, és a brand is marad, legalábbis ugye ezt mondják. Így van, az nem jelent semmit, hogy ott van az a szó. Csomó Hát ez egy működtető neve. Cégnek a neve, így van, tehát tök mindegy. Így van, a így dolog. Van. Egy csomó intézménynek a nevében benne van például a nemzet szó, és mégsem jelent nekik semmi. Na, akkor meg is vagyunk. Így van. Figyeljetek, újra nagyon-nagyon sok a kérdés. Egyébként a mi esetünkben nyilván most mindig sok lesz pénteken, és hát azért ezt nem kerülhetjük el, hogy erről beszélni egy mondatot, hogy... Egyrészt egy síre, hogy Bali énekel még egy síren. Na most már jó vagy. Ma ez jobb volt? Ez már te voltál? Ez én voltam. Ez jó volt. Na, ez megráztam magam. Így van. Nagyon jó. És Zsül, milyen jó zene bohóc mellé. Hogy tolja hossza az összes ritmus. Igen. Na. Szóval visszatérve a rádióra, na, egy picit komolyan, hogy egyelőre nagyon mi sem tudunk annál többet. Tényleg, bármilyen fura, mint amit olvasunk, és amit mondanak nekünk, és amit mondanak az újságíróknak. Ez egy nagyon érdekes helyzet, ami most történik valójában, de mi is várjuk az újabbnál újabb információkat, illetve hát a frekvenciával kapcsolatos híreket, az esetleges hosszabbítással kapcsolatos híreket, mert ugye lejár a Klassz FM frekvenciája novemberben.
És hát az új tulajdonos nyilván azt mondta el nekünk is, amit a sajtótájékoztatón utána, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a hosszabbítás az megtörténjen. De nem tudunk többet, tehát Mr. McNutt, Mr. McMojaro, hogy nem nagyon jár be ide hozzánk, nem tudunk naponta még neki kérdéseket feltenni. De meg is ígérte, hogy nem nagyon akar jönni. Majd mi megyünk, reméljük. Igen, találgatás persze hétre, nagyon sok tőle van. Azt látjuk azért, hogy a különböző 444, meg Pesti srácok, meg mindenki megpróbálta levezetni, hogy az ő meggyőződése szerint valójában mi van a háttérben, és valójában mi történt. Volt-e valódi tulajdonosváltás? Nem volt. Ki ez az ember? Megvette? Mennyiért vette meg? Hát ezek a kérdések mindenki fejében ott vannak, de nem tudjuk a választ mi sem. Ugyanúgy találgatni tudnánk, mint az előbb említett orgánumok. Igen, mi viszont abban bízunk, és ezt tényleg reméljük, hogy szóval így a legnehezebb dolgozni. Így a legnehezebb bejönni, ez egy baromi nehéz és egy baromi nagy lelki terv, szerintem az egész rádiónak és mindenkinek, mert ugye hát a mi feladatunk is az, hogy ezért egy jókedvűen ülje be és csinálj műsort, és ezzel nem is lenne semmi baj, de amikor ilyenek a körülmények, azért ez egy baromi nehéz helyzet. Hogy bejönni vidáman műsort vezetni, úgyhogy alapjában véve azért nem igazán tudod, hogy most mi van. Nem? Hát legyünk őszinték. Szerintem ebben az országban ezt most, ahogy én szoktam volt mondani, megint csak 2-3 ember tudja, hogy mi igen van valójában. Meglátjuk, mi bízunk abban, amit egyébként a mostani tulajdonosunk mond, hogy ő mindent megtesznek, és remélhetőleg megy tovább a frekvencia. Jó lenne azért, ha már valami kiderülne. De szokták mondani, hogy a bizonytalanságnál már a biztos rossz is jobb egyébként. Ez a lebegtetés, ez a fura dolog, ami most itt körülöttünk van, meg a rádió körül, ez nem egy jó élethelyzet, egyik alkalmazottnak sem egyébként. Sokan mondták, vagy mondtátok, hogy ez ugyanaz, mint ami volt 7 évvel ezelőtt. És nem ugyanaz. Emlékezzetek ugye annál a váltásnál. Érdekes, hogy ezt egyszer azt átéltük, igen. Igen, de nem így éltük át. Valahogy ott szerintem csak a novemberben, szinte csak a kihirdetés pillanatában volt az, hogy basszus, megszűntünk. Igen, hát azóta már az ember ezen szocializálódva azért ezt tudja, hogy ha már egyszer egy ilyet végigcsinál, akkor ez egy reális dolog lehet. Persze, de hát mondom. De igen, megszokhatatlan dolog. Akkor ugye mindig azt gondolta, hogy a sláger és a Danubius az értelemszerűen az megy tovább, és már oly sokszor megkapták, most is megkapták majd. És nem lesz semmi. Aztán, hogy közeledett ott a november, és olvasott az ember akkor azért ilyen politikai újságokat, akkor azért láthatta, hogy ott ez már azért nem teljesen így lesz. Nem tudjuk, hogy mi van igazából, de várjuk mi is a fejleményeket. A legjobb lenne egyébként, hát, amit már sokszor mondunk, hogy a körülményeink javulnának. Szóval az törni. Valami újság megírta, hogy a Klassz FM háborús körülmények között rádiózik. Nagyjából ez a helyzet. Igen. Tehát mi, amiért várjuk ezt az egészet, a legfontosabb az, hogy bárki is lesz a főnökünk, és bárki is van a fejünk fölött, és bárki is veszi meg ezt a rádiót. Nyilván mi ugyanolyan profi műsorkészítőnként csinálunk bárkinek műsort, ha függetlenek tudunk lenni, mert hogy mi azok vagyunk, azt gondolom. A legfontosabb, hogy ezek a körülmények szerint javuljanak, mert ide minden nap bejönni, hát azért az úgy nehéz elhinni, hogy egy vezetőkereskedelmi rádió reggeli műsorát csinálod, vagy délutániát, vagy estiét. Ez a kocsimra minden nap rájössz. Bemennénk hozzátok megbeszélés, találkozunk valahol egy kávézóban. Igen. Szóval drágák vagytok, hogy ezt kérdezitek, mi is várjuk a részleteket, közeledik a nyár, most már azért valaminek ki kell derülni. Reméljük mi is, hogy pró vagy kontra valami eldől, és valamilyen fény már látszani fog majd az alagút végén, mert azért így nagyon nehéz heherészni. Igen. Jó lenne, tényleg jó lenne, hogyha lennének változás. A helyrész is arra, hogy ülj be és csinálj vidáman egy reggeli műsor. Nem nyomhatja rá ez a hangulatunkat, de én értem már, amikor a Gáborék lenyilatkozták azt, mikor a Neo megszűnt, hogy már az is jobb volt, hogy tudták, hogy már vége van, mint hogy őt fél évig még ment a kivéreztetés. Nyilván mi nem erre számítunk, és nem ezt gondoljuk, és nem ezt akarjuk, csak valami azért most már nyáron ki kell, hogy derüljön ezzel kapcsolatban, úgyhogy reménykedünk, hát nem tudjuk. Többet nem tudunk tényleg. Mi csak annyit szeretünk, hogy nekünk 200 métert sétálnunk ahhoz, hogy láthassunk egy bevakolt lábazatot. Hát figyelj, igen, szóval nem. De senkinek, szóval nem rólunk szól, ne higgyetek azt, hogy mi magunkat sajnáltatjuk, itt 50 emberről beszélünk, hogy ez most már azért lassan tarthatatlan, amilyen állapotok itt vannak. Na, azt mondja, hogy nézitek a ruha nélkül valóságsót a Viaszaton? Szerintetek igen. Mire jó ez? Mi a véleményetek? Jani nagy kedvelője ennek a műsornak, én úgy tudom. Hát munk közül nézem a legtöbbet. Jó, én az elsőt megnéztem. Van, nem mentegett össze. Nem, vannak. Nézed, hát egy jó. Kis ingyen kis valami, amit ott elkapsz. Persze, de hát a korodban már az is jó. Van egyébként, aki jó, aki maga? Úgy kedves szívemnek. Hát, néha szoktam rosszalkodni, és köszönöm kérdését. Azon kívül, hogy oké, a formátum maga az, hogy mesztelenek, de jók a karakterek, jó
játszók a szereplők, futnak benne szálak, vannak áramánykodások, van. Csak ki van találva maga műsor, az, hogy mindenki mesztelen, de jó. Nem, és ennél szokhatatlan. Nekünk viszonylag nagy képernyős televíziónk van, nagyon jó felbontással, és azért engem még mindig zavarba hoz. Tehát, hogy mindig kell egy kis idő, egy két hét, amíg nem kapcsolok oda, mert de nincs ilyen, hogy legalább Józsit elviszik kanopizni, és akkor látod, hogy beül kicsit a kanopát. Józsinak a hangja átmegy egy másik tartományból már az üvegreped, és legalább röhögsz, hogy kanopiznak mesztelenül. Nincs ilyen? Egyáltalán nem zavart, hogy kiderült, hogy vonzódom hozzá. Kiderült, hogy vonzódott hozzá. Kiderült, hogy vonzódom hozzá. Nem, én nem takargattam magam. Így van, így van. Azért az első pillanatban meg volt köztünk az a vizé, a három kamera mögött három operatőr, ott van egy világosító, nem tudom, és te jössz a hajóval, ott vár Aranka a parton, és te már érzed, hogy kezdesz izgalomba jönni, mert Aranka vár, azért ahhoz nagyon tüzesnek kell lenni. A vízbe. Nagyon tüzesnek kell lenni. Pont nem jutna eszembe ez. Gyere elvez, négyen lesz tolájt, három lámpa, négy operatőr, tudod, és ott nagyon nevezel, és már nagyon izgalomba jössz. Hát azért fickosnak kell ez lenni, na. A mindenit. De jó, szóval a maga formátban... Nem, egyáltalán nem szórakoztatok. De azért úgy minden este... Nem szórakoztad, de azért egy kicsit minden este rápillantasz, nem? De nem. Fölveszed a részeket, tényleg igaz? Nem, tényleg, nekem mindig kell egy ilyen egy hét körülbelül, amíg így újra és újra oda kapcsolok, és akkor megnézem, hogy éppen hol tartanak az események, de sajnos nagyon nagy meglepetések nincsenek. Megmondom, azért lefekvés előtt érted. Sokkolnak ezek a képek. Azért csak vannak benne szép nők is, nem? Nem hiszem, hogy mindig férfi blendékbe kell belenézni. Van. Egy jó csaj van benne. Ha most a férfi miatt nézed, akkor felszisztenek. Nem, de nem tudom kisakkozni. Mit csinálják? Takarjam a bal szememet. Ne így tartod a tenyered, amerre megy. Hát de a nők miért ne kaphatnának? Hát kapjanak ők is messzele férfiakat. Szóval sok én nem láttam. Nagyon. Feritől kérdezem, hogy kell jó pálinkát inni. Sokszor hallottam már, amikor nem ízlett egy pálinka, hogy azért nem, mert nem jó iszod. Van ilyen, hogy a nem jól iszod a pálinkát? Én nem vagyok egy nagy pálinkaiból. Hát a pálinka az úgyis rossz. Tehát az nem az a bármit, az hűthetet. Ugye Magyarországon azért van ez még a mai napig meg, hogy hűsd le a pálinkát jégbe, mert a régi rossz pálinkákat azt így lehetett meginni. Hogy legalább hideg volt. Volt, és nem jöttek ki annyira az ízek, mert egyébként pálinkát szobahőmérsékletűt iszol, mert akkor jön ki belőle a gyümölcs. Csak akkor lesz szép. Nem mindegy, hogy iszod, az biztos, mert a jó pálinkát lassan kell, a rosszat meg gyorsan. Meg futva. Hogy nem jut alére. Hát hűsd le, és akkor nem lesz rossz. De mondom, nem isszuk úgy, tehát a jó pálinkát, de nincs ilyen, hogy jól inni, meg rosszul meg inni. Attól függ, ki kínálja. Aposé mindig jó. Az biztos, és csak kezeljük. Nem találok szavakat, olyan jó. Nem, köszönöm szépen, nem. Hát ezt sem tudom felfogni, csodálom. Ismeritek az agykontrollt, szerintetek hatásos lehetek? Kérdezi egy hallgató, aki nem írta alá. Igen, ismerjük az agykontrollt. Én el is végeztem a tanfolyamot, szerintem nagyon hatásos és nagyon jó. Ugye ez egy szilva módszer. De nem úgy, hogy nem valószínűleg. Igen, tudtam, hogy ez is bennünk. Dolgozta ki, és ugye hát a Domján indította el. Igazából most nagyon sok helyen tartanak agykontrolltam folyamot. Zseniális. De zseniális. Mire használjam, ha én szeretnék agykontrollolni? Hát az agykontroll, az élet számos területén használhatod, az öngyógyítástól kezdve a probléma megoldáson keresztül a párkapcsolati bajig mindenféle dolgot meg tudsz vele oldani. Hát ez egy ilyen, hogy mondjam, tulajdonképpen egy ilyen az agyad alfa állapotának kihasználása, egy bizonyos szintre téged levisz a Domjára, mondjuk hallgatod az ők is hangját, és akkor ott tudsz dolgokat beprogramozni, beállítani, megoldani, válaszokat találni, gyógyítani magad. Beülök az alfámba. Igen. Idáig értettem. Lecsapatok Velencére. Ugye? Idáig azt mondtad, hogy alfába kell lenni. Így van. Tehát Jani nem tud akkor agykontrollozni. Ez egy jogtalan előny már nálad, bemész, és már ott vagy alfa. Jó, de nyilván hülyeséget félretéve. Tehát van egy ember, akit én fejhallgatón hallgatok, aki azt mondja, hogy lemegyünk alfába. Nem vagyok alfába, és azt mondom, hogy nekem problémám van a, nem tudom, a nevek megjegyzésével. Használhatod, igen. Tehát hogy arra is használhatod, igen. Tehát maga a képzelet erejével, te tulajdonképpen teremteni tudsz. Ez azt jelenti, hogy az alfa agyhullámok, amikor azok úgy létrejönnek a te agyadban, arra a szintre visznek le, és akkor be tudsz állítani egy csomó mindent. Hogy holnaptól jegyezzem meg az arcokat és a neveket. Lehet ezen is melózni, de ha van egy betegséged, amiből szeretnél kigyógyulni, vagy szeretnéd magad meggyógyítani, akkor igen, vannak különböző vizualizációs technikák, amiket alkalmazhatsz, és tudod magad például brutálisan gyógyítani. Hát a szervezet öngyógyító folyamatait is be tudod ezzel indítani. És ez egy önprogramozás tulajdonképpen, nagyon érdekes. Nem is hosszoltam folyamatosan, talán két hétvége, aztán van ugye a mesterkurzus, nem tudom, érdekes, jó. És jó az csinálni. A Demián ez ezzel került be az öt leggazdagabb magyarban? Nem. A fáját. Hát,
Bizonyám. Dübereget bízni. Igen, a nevek megjegyzése, hogy az tényleg akkor igen. Fekszik. Igen, a Demián is a Demián. Énekli a vonat nem vár című dalt. Demián, Demián, Domján, a harmadik a jó megoldás. Úgyhogy, hát ez meg kell tanulni lazítani, meg kell tanulni ellazulni, és akkor utána indul a programozás. Jó, szerintem hasznos, hasznos. Egészen, egészen komoly csodákat tud az ember ezzel csinálni. Elérni, érdemes. Már ez a pár év, ami hátra van nekem, ez a 40, ezt én már kibírom ennélkül is, azt hiszem. Kovács Áron mit keres a Rock Rádióban? Hát azt, hogy ott dolgozik. Nem tudjuk, mert még nem küldt át a számlát. Kovács Áron, igen. Ne, biztos jól. Igen. Elment, Áron elment, ott dolgozik, igen. Heti 5-től biztos többet keres, mint heti 1-jel. Aztán talán pont reggeli műsorra van. Igen, igen, az Orsival. Igen. És a Büdi Szilárddal. Janitól kérdezném, ha vége lesz a rádiónak, esetleg akkor visszamész stand-up humoristának, mint a Mennyi 30 idején? Gondolkodtam rajta. Gondolkodtam rajta, hogy elkezdek, megírok egy pár anyagot, aztán lehet, hogy elég jó, van, hogy egy pici kis átszelem van, mert nagyon sok embert ismerek, meg jobban is vagyok velük. Jó, van egy kis átszelem, hogy biztos beraknának, mert ismernek. Van egy-két kapcsolatom, talán megszállnám. De előfordulhat. Hogy akkor csak beférnék oda a futottak még kategóriába, az 50 plusz átlagos. Lenne egy 50 plusz, lenne egy 50 plusz kategória, igen. Soha nem gondoltatok még arra, hogy a feleségeitek vezetnének egyszer műsor, biztos jó lenne. Hát, ez egy érdekes felvetés. Eleget vezet otthon. Egyrészt igen, tehát nálunk mindig ővi. Nem elég az életemet vezet. Igen, reggeltől esik stand-upon, már rá kell szólni. Egyébként egész jó. Szerintem, ami viccesebb lenne, ha a gyerekek. Azt megcsináljuk egyszer. Az mondjuk olyan. Még picik az a baj. Mi a Benny bejön ide 6 évesen, de, egy ilyen bruhahaha őrjöngés lenne az egész. Az 4 órán keresztül azért ez szerintem egy idő után nyomasztó. Az ennyi már kiégett 13 éves. Azért fél virág vinné a dolgot, és akkor a panyesz meg a Benny nyomná mellé. Hát szerintem azt sírnánk mi is. Írná egyébként a kicsiket, nagyon imádja a kisgyerekeket. A két végletet imádja. A nagyon idős embereket és a nagyon fiatalokat. Pici gyerekek és az idős emberek. Te korosztály egy gyűlöli. Virág, nem fogsz ennek mindig így örülni, hogy imádja az idősebb embereket. Ezt most még mosolyogsz, ez ezt pár év múlva az nem baj, csak ők ne imádják. Lehet, hogy pár év múlva gond lesz, hogy mutassam be a barátomat. Jövök már! Azzal vigyázni kell. Azzal vigyázni kell. Van szerelem első látásra? Kérdezi egy hallgató. Hát ez egy jó kérdés. Hát ezek szerint nem volt még tapasztalatunk. Nekem volt. Volt? Persze. De akkor volt. Tükörben néztem. Ja, igen. Jó, ez második és harmadikra is. Azóta nem tudom magamat elengedni. Nem tudom kivenni a fejemből magamat. Figyelj, szerintem egyébként lehet. Szóval van az a villámcsapásszerű, amikor meglátod. Nem tudom, hogy a szerelem-e, de egyszerűen meglátod, és azt gondolod, hogy ő az, aki kell neked, vagy jó lenne vele találkozni. Aztán később szerelem lesz a dologból. Szerintem szexuális vonzalom van. Hát nem tudod, nem tudod, hogy ki az. Hát meglátod, első látásra meglátod, akkor még nem tudod, hogy milyen jellem, milyen ember. Vagy tudod? Nem tudod. Azt látod, hogy valami miatt megy egy ilyen zsicsgés közöttetek, de hát az szerintem testi vonzalom. Igen. Tehát ez egyetlen mindegy, hogy hó eleje vagy hó vége. Érted, amikor meglátod, tehát hogy éppen milyen állapotban vagy. Lelkileg, fizikailag. Szerintem a hallgató inkább arra gondolt, hogy függetlenül a testi igényeitől, amikor ránézel valakire, és így vagy két mondatot váltatok egymással, hogy érzed, hogy úristen, ő az. Ő az, akiről lemaradtam. Igen, én a... Ez már így is marad. Már ő se lesz. Igen. Menjünk tovább. Szóval szerintem létezhet. Az, hogy nem tudom, biokímiai szempontból ez mennyire felel meg a szerelemnek, de belépsz valahova, ránézel egy nőre, és azt mondod, úristen, és te nem tudod kiverni a fejedből, és ott van, és találkoznál vele, és még napok múlva, és ő jár az eszedbe, ha szerencsés vagy, aztán találkozol újra, ez a dolog, ez szerintem működhet. Nem? Ritka az ilyen nagy találkozás, de van. De mi szerintem mind a hárma szerencsések vagyunk. Tehát, hogy kiosztok a maximumot ebből a sztoriból. Úgy érzed? Igen. Volt egy riport, az alaszkai szánhúzó versenyen részt vett magyar srác, van róla hír. Gyurci kérdezi Bajáról, neki van egy oldala, és azt majd megnézzük, hogy mi a legfrissebb. Ő nem indul el majd, csak októberben. Októberben indul vissza, és utána a jövő ilyenkor lesz a verseny. Úgyhogy még nem maradtunk le semmiről vele kapcsolatban. Az a nagy verseny. Basszus, tudod, mi volt a neve? Írdák, nem te kírdák valami, és nagy szánhúzó verseny. Tudod, nem te kírdák, igen. Ott másik rákocs is, ott van te kírdák, a Rodostóba húzzák. Mi a neve ennek a szánhúzónak? Nem Trinidad. Nem tudom, Alaszka 1500. Nem, megvan, igen, a nagy szánhúzó.
szánhúzó verseny. Jó, ha lesz Lóra hír, akkor természetesen Iditarod, na tudtam én, Iditarod a verseny neve. Arról beszélt, ez egy jó kis interjú volt egyébként. Balogh Ottónak hívják, ha van róla hír, akkor természetesen mondjuk. Balázs, mostanában sokat lógsz a Patakival, kérdezi valaki. Pataki Ágival, vagy a Pataki Attilával. Nem. Vagy az Ádám. Nem nagyon járunk össze egyébként a Patakival, még ha azonos dolgokat is mondunk néha, de ritkán. Én azért ebből visszavettem már egy ideje. Nem hangoztatom nagyon. Látom az Attila is, hogy megégette magát ezzel a dologra. Keveset beszélek hófogoladásban. Látom én a rossz példát, nem akarok az ő sorsára. Meg amióta nincsen Balázs, azóta nem ezt az irányt kultiválom. De az ufokban én egyébként személy szerint hiszek továbbra is. De nem keveset mondom. Balázs, olyan lehet, hogy a Viki többször kioszt a rádióban? Jót nevetek, írja Ricsi. Persze, megkérjük majd, hogy minden második nap. Ja. Mert előszeretettel csinálja egyébként. Egyébként igen, adásban ráadás. Igen. Mi a véleményetek Hajdú Petiről? Hármas ugrás játszunk már is, nem? De hogy ne, hogy ez? Megvan már a beugró kérdés? 3 perce, 5-10 után már nem lehet, gyerekek. Petit kedveljük. Amikor szerintem az új műsoron nagyon nem jó, és rengeteg sebből vérzik, de amikor például komoly interjúkat csinálban, a Peti jó. Tehát azzal a farccal úgy bekérdezi, szerintem senki. Igen, de nem showman. És valamiért ezt erőlteti, hogy ő showman akar lenni. De nem az. Tehát nem, ez a műsor, ez nagyon sok sebből vérzik, ez nem egy jó műsor, igen. Ez nem egy jó műsor. Nem, fura. Ő az a típus ember, aki körül szerintem nincsen olyan, aki megmondaná neki, hogy merre, meddig, akinek úgy odafigyel a véleményére, aki értene is hozzá, és aztán neki, Peti, ezt ne. Szerintem túlságosan makacs, önfejű és exhibicionista. Igen, de az a műsor egyébként jó is lehetne. Igen, jó volt, nagyon feltételes mondta. De még lehetne. Nem, már nem. Az nem egy jó műsor. De annak nagyon sok hibája van szerintem. Igen, leginkább a Peti személyisége. De közben mondom, én az interjúit baromira szerettem. Mert elképesztően jól kérdez. Ebben most nincs is komoly, csak mert ugye Frisbee-ben csinálta ezeket, hogy volt egy valaki szórakoztató vendég, volt komoly vendég, itt most már nincs is helye. Tehát csak én nem tudom, én az első műsort néztem meg a másodiknak a felét, és úgy éreztem, hogy mindent láttam. Én szerintem itt komoly nem is fér nagyon bele. Aha. Tehát ilyen külföldi nagy talkshowból vannak átvéve a játékrészletek, azokat csinálják, de nem, szerintem az nem jó szegénynek. Na jó, van, köszönjük a kérdéseket, 9:30 múlt 5 perce játszanunk el. Ha valaki valamiről lemaradt, vagy nem válaszoltuk meg, akkor jövő héten. Jó, hármasugrás, játsszuk már, itt is van a hallgatónk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Bocsánat, csak még egy kérdés, úgy is adon azon választ, vagy játszunk. Mit szóltak az, hogy Julit mennyien támadják a Facebookon? Személy szerint nagyon csípem, de gondolom figyelnetek el, hogy ennyi embernél kiveri a biztosítékot Orsi. Egy fél mondat erejét tegyük rendben. Tehát mi látjuk a SoundCloud-okon egyébként, hogy melyik hanganyagunkat hányan hallgattátok vissza. Ezt minden pénteken Zsül elküldi, mert ha nem, akkor ír gomburgum van, de Zsül elküldi. Eddig egyszerűen egyszer se küldte el. Eddig egyszer sem hiányzott a dolog. Tehát Zsül mindig küldi. Juli nagyon népszerű, Julit nagyon sokan szeretik. Azt, hogy Juli kicsit így súrolja az erotikát néha, ez meg bőven belefér. Aki ettől kiborul, vagy ez őt idegesíti, annak a saját házatáján kell azért ezt megnézni, hogy miért nem bírja ezeket a témákat, amiket Juli hoz. Én szerintem hasznos az, hogy egy női hang is van a műsorban. Meg ezerszer elmondtuk már, hogy tényleg nekünk érzelmeket kell generálnunk. Tehát, hogy a langymeleg, ez a középutas rádiózás, ez nem a mi asztalunk, nem is nagyon menne, illetve persze menne, de hogy nem ezt akarjuk csinálni. Mi érzelmeket akarunk kiváltani, mi azt akarjuk, hogy az emberek beszéljenek rólunk. Mi egy olyan rádióműsort akarunk csinálni, ami indulatokat is gerjeszt a szó pozitív értelmében természetesen. És az, hogy ennyi reakció van a Julinak a rovatára, meg a Julinak a témáira, hát az azt jelenti, hogy érdekli, foglalkoztatja az embereket. A másik pedig az, hogy ízlések és pofonok. Valaki azt írja, hogy imádja Julit, van, aki azt mondja, hogy gyűlöl Julit. Valaki azt írja, hogy imádja Rákóczi felét, van, aki azt mondja, hogy gyűlöli. Ugyanez igaz rám is, vagy Balázsra is. Az én esetem egy kicsit kevesebb. Igen, de szépen takarítjuk meg a falat. Igen. De sose jut el hozzám, igen. Így van, de hát de tényleg ízlések és pofonok. Van, akinek valami bejön, valakinek pedig kevésbé, nekünk oda kell figyelni 3 millió emberre. Persze, meg népszerű a rovat, nincs ezzel, vagy én nagyon bírom, igen. Meg hát sokan. Nem, te a kötözös bírod meg. Igen, kiraktam az Instára egy képet, de gyorsan leszették. Igen. Itt van a játékosunk már is, halló, jó reggel! Hello, sziasztok, jó reggelt! Hello!
Vivi, hello Vivi. Vivi, honnan hívtál minket? Budapestről jelenleg. Budapest, és mivel foglalkozol? Én logisztika ügyintéző vagyok, egy cégnél, hát árufugarozással foglalkozunk. Ó, te vagy a logisztikai osztályon? Igen, egy részét én csinálom. Hallom, elkezdted ütni a netet, vagy a gépet, vagy bekészítettél valamit? Nem, én jelenleg megálltam, kiszálltam az autóba és az utcán, itt próbálok a kocsitól távolságot, ja. És közben megy a rádió is, hogy hallja a tippeket úgyis, úgyhogy... Akkor valahol az út mellett magányosan játszod majd le ezt a játékot? Igen. Ah, nincs segítség, senki nem is ül az autóban. Nem, senki. Tök egyedül vagyok, pont úgy, hogy így viccesen jött ki. Milyenek a kérdések, Jani? Közepes. Közepes. Na jól van, figyelj, Vivi, így szól az első. Hány mező van egy hagyományos sakktáblán? Itt vagy? Itt vagyok. Mit csinálsz? Most előre. 36 darab. Azt hittem elővettél inkább saktáblát. 64. Igen, ugye 8 erre, 8 arra. Most én elég hülyén mondom. Sokban nem vagyok jártas. 8 erre, 8 arra. 88, 64. Tegnapi kérdések lettek volna, az simán ment. Na, mi volt tegnap? Még az arany is minden. Tudtad, az arany tényleg, mind az aranyat minden? Ó, Vivi, hát ne haragudj ránk ezért. Semmi baj. Kellemes hétvégét kívánok azért, és jó volt. Neked is. Legközelebb játszunk egy hosszabbat, jó? Jó, rendben. Köszönöm szépen. Sziasztok. Szia. És köszi a két kérdést, amire maradjon. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Tényleg maradt két kérdés. Ugye én ennek mindig örülök. Mondd már. Volt, hogy ilyen levegőbe csapott, hogy megmaradt két kérdés, és azonnal bemondtam egyet, de már öregszem, már nem csinálom. 3-4-10 lesz, pontosan 6 perc múlva, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban a Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük! Klassz! Csak slágerek, Klassz FM, a rádió. 3-4-10 lesz, pontosan 1 perc, mutatjuk már is a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó ma reggel. Ugye, Dárdai Pált felhívtuk, végre elértük, hosszú-hosszú hónapok óta üldözzük, nagyon sok hallgatón kérte, hogy beszéljünk vele, hívjuk föl, milyen jó lenne őt hallani. Sikerült, ma elértük. És beszélgettünk vele. Valamint 7 és 8 között gondolván a gyereknapra szerettünk volna valakinek adni egy teli hűtőszekrény jégkrémet, de hát azért a gyerekeket meg kellett egy kicsit dolgoztatni. És nem is gondoltuk volna, hogy ekkora siker lesz ez a játék. Rengeteg e-mailes jelentkezés, telefonos, SMS-es jelentkezés jött, mindenki szerette volna a saját gyermekét betolni, és hát ugye előadatni vele valami produkciót, de hát időnk véges volt. Nem tudtunk azért mindenkire időt szentelni, de nagyon helyes gyerekek jelentkeztek. Hát hosszú heteken keresztül hallgathattuk volna a jelentkezőket, annyian voltak. Lehetett volna műsor folyamot csinálni belőle, nem? Jó, azt látom, hogy nem akarod, de az azért lehetett volna. Ne. Csak a nézését meg a járását már 20-szorra. Igen, helyesek voltak. Az első 3 aranyos volt. Igen. Na, szóval, hogy gyermeknap alkalmából gyerekeket hallgattunk meg, és produkciókat, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 6 perc van pontosan 10 óra. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt. Nagyon-nagyon jó fej volt a kis srác. Már ahogy repelt, az is nagyon jó volt. És hát ez az öröm. Hát ez tényleg, ahogy ezt mondtátok. Kell csinálni, hogy ez ilyen példaértékű. Jó, hogy a nyeremény is olyan volt, aminek lehet örülni, de általában így kell örülni valaminek, nem? Ez tök jó. Helyes volt, aranyos volt, így van. Igen, mindenki megérdemelte valami, az összes gyerekcuki volt egyébként, de hát valakit nekünk is választani kellett. Na, köszi, jól megcsináltátok asszonynak, mehetek hűtőt venni a gyereknek meg jégkrémet. Hát, ez csak egy valaki nyerheti meg. Na, hívjuk a nap hallgatóját már is. Na,
volna, nem? Jó, ha nem, nem. Oké, hát akkor ez ennyi volt. Mi a recept, Feri? Kérlek szépen, tavaszi, így neveztem el, amikor még csináltam, a múlt héten még csak tavasz volt, de most már nyári csirke. Na. Azt mondjuk rá, hogy nagyon meleg van, és ilyenkor utálunk főzni, rossz a konyhába állni, ilyenkor jön jól az a recept, amivel mindent beleteszel, betolod a sütőbe, kimész, játszol a gyereke, zsűrő vissza. Úgyhogy egy ilyen gyakorlatilag sült csirkecombok spárgával, zöldségekkel együtt megcsinálva, csak a fűszerezése különleges, semmi dolog nincs vele, letakarod, beteszed, ki, visszajössz és esztek. Ennyi. Könnyű, egyszerű. Láttam a fotót, jól néz ki. A fokhagyma félbe vágva, jó bebarnulva. Hagyjáltam rajta, hogy kinek a spárgát szeretem, vagy jobban triedet, vagy Aleska Diamond. Hát szeretem Aleska Diamond. A tiértől most ne indult a nyelvválasztás. Mi ezen így lesznek, Csam? Hozom nektek egy ilyen nemzetközi produkció, Alesso, aki ugye egy svéd DJ, és van egy Nicole Vince nevű ilyen félig norvég, félig afrikai elefántcsontparti duó, és ők közösen alkottak egy nagyon jó kis dalt, és ezt fogom nektek adni. Meghallgatjuk. Jó, mert hogy mindig azt várjátok, hogy mondjak valami újat. Ez most az? Na, minden újnak örülünk. Az jót tesz a műsorodnak, ha van új zene benne. Csabi jön a kívánság műsorral, 555-55-00 a telefonszám, kérjetek tőle sok új dalt. Jó? Mi pedig jövünk hétfőn, mindenkinek szép hétvégét. Sziasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt.